Morning Show. Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Illetve hát hello Feri, de jön mindjárt Jani. De fél perccel ezelőtt ment ki. Ahogy meghallja, hogy adásban vagyunk úgyis. Érkezik ő is, gyerekek. Elment a hidegfront, és minden a legnagyobb rendben lesz. Hétvégére 30 fokot mondanak. Yes, ma reggel megcsörönt az órám. Na. És valami oknál fogva, egy ilyen egy nappal ezelőtt még ezt nem éreztem, és tudom, amikor így tökre megváltozik a szoba, mert már a nap csak egy perccel jön föl korábban, igen. És annyira világos volt, hogy így fölüvöltöttem. Békán késztem! Szegény aludt volna, érted, békésen, szóval hülye vagy, hát 5 óra, ha hova késztél volna. Mi történt? Valami izébe került, vagy időhurom. Én elmondom, mi van. Én rájöttem, hogy mi van. Elmondom, mi van. Más az időritmusunk, ugyanis kevesebb a reklám, én is megszívtam már többször. Egyszerűen most nyár van szerintem, kevesebb lesz a reklám, és nem 6 óra 13-14 körül indulunk, hanem 6 óra 8-9 körül megy a műsor. Erre kell átállnunk annyiban. Eltűntek a reklámok. Nyár van szerintem, és picit mindenki elment pihenni, és a 6-7 perces reklámok helyettén 2-3 van, amilyen óra 6-kor indítjuk a zenét. Szűköltem a lágymenyosi hiddel. Istenem, adj még egy kis reklám, 2 perc reklám a hírek után. Hát ezt nem hiszem. Tehát előbb indulunk. Új tulajdonos van, van jövőképünk, jöhetek, költsetek, megéri. Ha van. Olvasok én annyi mindent. Papíron. Na, olvasok én annyi mindent, Mr. McMagyaróról, meg nem tudom. Mindig hagyjuk is. Hagyjuk is, de. Mr. McNutt. Gyertek. Na mindegy, kimentem egyébként közvetlenül a hírek után, mert mindig egy csomó időm szokott lenni ide. Tehát legalábbis hozzászoktam most az elmúlt hónapokban. Úgyhogy szépen elmegyek, igen, elmosom a kis kávésbögrémet, stb. Még oda teszem hát a kis ez hogy hívják, hogy kókusztejet, ráöntöm a kis zabomra, visszajövök, szépen kényelmesen elhelyezkedek, egy kicsit megmozgatom a kis fokhagyma gírizt fenekemet a kis fotelembe, és kezdünk. Na, a francokat. Ákossal itt békésen elbeszélgettétek a reklámblokkot, és a zenének a 45%-át, amikor te felálltál. De mondjuk az már viszont, az már akkor azért igen. Érdemes rápillantani igen. A monitorra. Aha. Tehát ha már hallott, hogy szól a zene, úgy kimenni, az már viszont igen, na majd aztán kapsz egy telefonot, oh, Jani, hallottam, hogy picit kezel oda reggel, picit szeretni, semmi gond, tudod, mi amerikaiak. Én srazzal vagyok. Bírjuk az ilyet, mi amerikaiak, csak aztán lehet, hogy nem lesz annyira jó, hogy te annyitszor nem jössz be a megszólásra. 10% ugrottam a kis fizutból, nem baj, se baj, mennyi maradt erre a hónapra, engem igazából nem zavar. Ennyi. Csak téged zavar meg, kedves feleség. Rendben, Mr. McMagyaró, rendben, Mr. McMagyaró. Nem fogok többet, nem kések el. Kérek, nem büntes vagyok, az csak így nem. Csak ne vonja pénzemből, ne vonja pénzemből. Nem maradt fagyira. Na, sok mindent olvastam. Sok mindent olvastam egyébként tegnap a rádióval kapcsolatban, úgyhogy... Na, írnak ezek össze-vissza. Jó lenne, most már valaki tényleg elmondani, hogy milyen... Mi van? Majd elmondja, majd rájön. Tényleg, mert most már ez rohadtul nyomasztó ez az egész, ami történik. Viszont legalább jó körülmények között dolgozunk. Na, elment a hidegfront. Ezt mondani is akartam, hogy egy régi fényében. Hogy lemosta az eső a házat. A régi fényében csillog a régi pénzverde épülete. Tényleg én is annyira örültem, hogy feljöttem az aluljáróból, elengedtem az óromat, mert mindig befogom, amikor jövök föl a lépcsőn, hiszen állandóan össze. És jöttem föl, és sehol egy felhő. Bizony, süt a nap. Sehol semmi, gyönyörű szép, türkiszkék az ég, ha ez az, mert már alig látok, mert öreg vagyok, de hogy egyébként annyira örültem. Tegnapi eső lemosta a lépcsőket neked, ugye? Lehet, igen. Jó illatok. Aha, nem, felszabadította a régieket. Egy réteget lehet mosott le belőle. Jaj, Istenem. Ja, milyen eső, milyen vihar, milyen szél volt tegnap? Olyan durva vihar volt, hogy még ma reggel is egyébként ilyen hegyben úszott, vagy felhőben úszott a hegy, ahonnan jöttem. És ott már ott lehet Szigetszed Miklós felé lehetett látni, és sütanak. Hát a környék hegynek hívják. A környék hegynek hívják, nem egy magas hegység, de óriási köd volt, és tulajdonképpen nem is köd, amikor elindultam, hanem hogy a felhőben úszunk, és aztán elkezdtem ereszkedni, kijöttem a felhőből, és utána meg már gyönyörű napsütés mindenhol. De ez is lesz már. Úgyhogy ez lesz, igen, most már elmegy a hidegfront, záporzivatar lesz, de folyamatosan melegszik az idő, és hétvégére akár már 29-30 fokot is mondanak, ami azért egészen jó lesz az, kedves hölgyeim, lehet elővenni az életveszélyes ruhadarabokat.
Csak bátran, nyugodtan. Persze, nyugodtan. Ne érezzétek kellemetlen magatokat, majd mi fogjuk, hogyha már nem fogjuk. És ti majd elfordulunk. Nem fogjuk. Nem fordulok el. Nem van egy hajlandó, erre a kis időre én már nem fordulok. Van egy olyan napszövegünk, nem fordulunk el. Nem vetközenek. Vetközenek csak a csajok. Mi újság? Egyébként mindenki van, minden oké, okay, minden rendben, jó hát, volt a reggel. Este. Nagyon rosszul aludtam. Nem jól aludtam, csak későn feküdtem. Akkor jól vagy rosszul? Nem, igazából, tehát akkor lett volna jó, hogyha kialszom magam, de nem. Hát későn feküdtem le egy picit, mert belefutottam egy ilyen autófelajítós műsorba, és nem tudom miért, annak ellenére, hogy nekem nincs egy jogosító, hogy írjátok meg, igen. Istenem, miért hívjuk így, hogy autófelújító műsor, azért meg karosszériákat masszíroztak egész este. Jani, nem hiszem, hogy már erre is. Nem, igazából nem, ennél azért picit többről van szó. És volt egy ilyen, volt ez egyik, a National Geographicon megy ez a műsor, és én valamiért nagyon szeretem ezeket a műsorokat. Nem az autók miatt, hanem azért, hogy valami régiből teremtenek valami újat, valaminek ugye visszaadják a régi jelentőségét, a régi rendeltetését, kikerül a garázsból, kicsit így rendet teszik, felcsiszolgatják, felpolírozgatják a dukot. Ez a Pimp My Ride, vagy mi ez? Nem, ez egy másik, ez egy brit műsor. Ja. Ez egy magas csávó az autószerelő, egy alacsony fia fölvásárló. Igen, ez egy másik, ez már sokadik. Jó, mindegy. És a lényeg az, hogy tegnap egy ilyen a Mazda MX-5-öst újítottak fel, ott állt már régóta a garázsban, és beteg volt a gazdia, és nagyon régóta nem tudott beleülni, stb. És akkor csináltak egy ilyen kis cselt, hogy ők elmentek a világ másik, vagy az ország másik végébe, közben az autót elvitték, raktak bele turbót, mondom, felpolírozták, a belső részeket kicserélgetett, stb. És egy ilyen a... És egyszerűen nem tudom ott hagyni. Elkezdem nézni, és utána nem tudom... aludni egy ilyen műsorban. De én nem, én imádom. Én imádom. És akkor most a karburátor. Valami a Pimp My Ride-ot még néztem, de egyébként ezeket, amikor motort építenek meg kocsit, hát ez ez nem egy klasszikus, hogy ez nem egy ilyen, nem egy tuning műsor, hanem tudom, felújítják, igen, rendbe teszik és visszaadják az úriembernek, mit tudom, 10 éve nem ült már bele, ott pókálósodott, ott ment tönkre, itt ott repedezett, ott itt ott kopott, stb. Ilyenekre nekem van energiát ilyet nézni? Én a Trónok harcát kezdtem, elaludtam már azon, és sajtem, nem tudok más sorozatot se nézni, olyan fáradt vagyok. Egy ilyen autós műsorra, hát mikor megjelenne az első csávó, hogy a villás kulcsol a kezők. Már vidáman szunyókálnék. Visszaadja a mának, vagy visszaadják a mának. Nagyon tetszik, hogy a csávó újra vezetni tudja, és mindig azt a pillanatot várom. Persze, oké, kiszámíthatod, nagyon fog neki örülni, nagyon meghatodik, majd egy kicsit sírjanak a családtagok, ő is egy picit pityereg, aztán beülnek az autóba, csak akkor mennek két kört, és köszönjük szépen a szponzoroknak, de valahogy engem ez így megmozgat. Igen, és mennyi nem tudják ezt itthon megcsinálni, mert hányszor próbálták már, és mennyire nem tudják. Más a költségvetés, meg hát a szakértelem meg. Annak idején, mert talán tíz évvel ezelőtt a Gianni csinált egy ilyen étterem felújítós műsort, és akkor hárman voltunk benne. Nem is volt jó. Ja, benne voltál, de az egy jó műsor volt. Nem emlékeztem, hogy benne voltál. Jakubcsek volt, mi már csak akkor mentünk oda, amikor kész volt a dolog, és akkor szegény mindig elmondta a gyerekek, hát ide még be kéne tolni 5 milliót legalább, de inkább 10-et, hogy valamit megcsinálja. Az, hogy kicsit átfesztjük, meg itt átforgatunk, két ilyen régi növényt, attól nem lesz. Van az a lakásfelújítós műsor, nem tudom, ki csinálja, ez a felállóhelyű srác. Hát az is beállnak egy busszal, a busz kitakarja a házat, elmegy a busz, és ott végig. McNamee Mark. Nem, a külföldit. A külföldit. Ja, a külföldit, igen. És itt arra nem lenne pénz, hogy annyi statisztát oda hívjál, mint amennyien ott állnak egyébként. Nyilván a feles tatkó, meg nem tudom. Elmegy a busz, és meglátják az új házat. Igen. Ott na most az konkrétan nullára le van bontva. Nem tudom, hogy építettek egy háromszor akkorát. Fölépítenek neki egy olyan házat, tudod, és összefognak, és az egész ilyen feel good, és ilyen nagyon amerikai, kicsit hazug, de azért egyébként jól működik, meg jól csinálják. És ez csak meg elmegy a busz, és ott a ház. Hát a magyar megfelelőjén ott a hűtőszekrény megvásárlásánál gondba lennének, mert igen, ott egy ilyen kétajtós csízé van 1 millióért érted. Én azt szeretném, hogy amikor kiderült, hogy felépítik az, igen, akkor 30 szoba, és akkor nem tudom, két kocsi belőle, és fűtött, hogy hívja, és minden. Izé, napelemek, stb. És kiderül, hogy egy high school-nak a, mit tudom én, a karbantartója csávó, hogy ott miből fogja fenntartani. És van 6 gyerek, és van 20 szoba, és a két kocsi, és akkor eladják. Itt vannak a kulcsok, azt oldjátok meg a rezsit. Szávaztam. Eladják, ahogy elmennek, azonnal kilökik, hogy szél, és eladják háromszoros áron, és vesznek egy ugyanolyan kis lerobbant. Tényleg, ez jó kis, hogy aláírtak-e velük valamit. Figyelj, megcsináljuk a kecódat, kapsz egyet, de nem adhatod el utána, nem tudom, 5 évig, mert hogy akkor tévé költségére megcsináltattuk a műsorra, te meg utána már este kint van a for sale tábla, tudod, és azonnal értékesítik. Én nem tudom, egyáltalán nem nézek tévét, valamiért teljesen kiestem. Megnéztem a Trónok harca első részét tegnap, rájöttem, hogy nem értem, rájöttem, hogy elfejtettem, hogy mi történt az előző évadban, nem tudom,
tudom, hogy kivel mi van, ültem hülyén, felénél kikapcsoltam, elmentem aludni. Ennyire futottak. Elfejtettem már, hogy mi történt. Akkor ne is kapcsolódjunk be, mi, akik nem nézték soha. Ja, hát nem, te végképp ne. Hát az elejét. Elfelejtettem, basszus. Igen. Ő benne van. Benne. Ennyi. Ezzel szoktam vakítani sorozat. Én még egy részt nem néztem meg, mert várom, hogy most fura módon van egy kis csúszás, ugye a 3 hetes csúszás, ugye a szinkronizált részek annyival később jelennek meg, mint ugye az eredetek. Igen? Aha, de most már van, hogy 4 vagy 5, nem? Vagy nincs egyben? Na mindegy, nem is erre kis, nem tudom, nem emlékszem már, mi történt. De 10 részből inkább 5-öt úgy darálom le, hogy akkor egy legalább a fele legyen meg. Úgyhogy majd meglátjuk. Hát nem tudom. Nem tudom. Remélem, bízom benne, hogy jó lesz. Hogy marad időd még az autó. Majd mondom, hogy milyen, mert azért én átverekszem magam. Ezért kell nézni a tenkes kaptányát, mert ott mindent ért. Ott mindent ért, ezt minden jó. Na jól van, megmutatjuk akkor, mi történt velünk tegnap. Jó, egy pici ismétlés, aztán jövünk még vissza természetesen. Azt ez a garázsvarázs, azt írja valaki. Az. Lőke küldte nekünk. Jó kis műsor, nekem bejön. Új sorozat, O.J. Simpson ügy, tudom ajánlani. Tudom, azt hallottam én is. Bobby Dean Jr.-ral. Álltok nagyon jó. John Travolta-val. Mit csinál, táncol benne, vagy mit csinál? ott is. Satra volt, mit csinál? Nem férfiak a csokolószék. Igen, a fenét csinál, a Travolta. Annyira nem illik egy ilyen ölős, feleségölős, nem tudom, sorozatban John Travolta. Azt nézem, hogy M35 Debrecen végén erős köd van még, ott úgy látszik, még nem érkezett meg a jó idő, fotón gyönyörűen süt már a nap. Hát az mindenképpen jó hír, jól van. Na, mutatjuk, hogy mi történt tegnap, aztán jövünk vissza mindjárt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 4 perc van pontosan, 6:30. Hello. Mindenkinek hogy állunk játékkal? Egy-egyre megyünk? Egy-egyre nem megyünk. Igen. És a hallgatók sem mennek. Igen, én 6:30. Mi van? Ja, igen, hogy egy-egy, jó. Ki kérdez, hogy kicsit beakadt a lemez. Kérdeztem valamit? Ne válaszoljatok. Mennyi van? 6:30. Kávét? Nem kérek. Játék? Lesz majd. Mi van? Nem én. Oké, szép idő. Ennyi. Hogy kell egy mondatban mindent elmondani? Egyesalomnál Ausztria felé a határkontroll királyen műsorrapidos sors. Minden nap csinálják ezt a lezárást, meg átvizsgálást. Minden nap jön, nem? Hát, úgy tűnik. Miért nem hagyják már békén őket? Hát nem, de most szegény emberek járnak át dolgozni, hozzájuk az ő gazdaságukat, építjük. Tényleg. Itt meg nálunk már pékek sincsenek, meg semmi nincs már nálunk, gyerekek. Cseszegetik szegény átutazót. Hát olvastam, hogy már nincs pék. Nincs elég pék. Már szerintem minden ilyen szakma... Nem lesz kenyér, mert nincsen pék. Ez mennyire megdöbbentő, nem? Hol alatt, mit mondod rá, mert akkor kép nincsen. Ja. Nincs elég kép. Nincs elég kép, vagyis nincs elég pék. Ezt hallottam. Azt figyeljetek, ne írjátok már meg, Léci, hogy Balázs vegye le a csipeszt az orráról, meg hogy taknyos, meg hogy meg vagy fázz meg. Ezt tudom. Mert hogy egyébként ezt szerintem ő tudja, egyrészt mi is tudjuk, meg halljuk, meg nekem olyan fura mindig, amikor ezt megírjátok. Ezt most minden tehát érzitek a tiszteletet a hangomban, ugye? Tehát, hogy biztos veletek is előfordult már, hogy meg voltatok fázva. Inkább respektáljátok, hogy benn van. Egyébként igen. Én, aki mindig szónokolok, hogy nem ér betegen bejönni. Csak mi szoktunk egyébként megfázni, és nekünk szokott ilyen nazális lenni az orrunk. Ez az ország, ez egészséges. Aha, ja, jó van. Na, igen, kösz. Fújj már ki az orrod. Kifújta. Azt mégis így van. Hát így most tesz, van, így valakult. Ráadásul a te kapusz is felsődbe. Hát, érted. Viszont hoztam zabot meg kókusztejet. Azt nagyon jól tetted. Nem zabot a múltkor, most kókusztejet, mert voltam vásárolni az egyik kedvenc kis boltomba, és ott vettem dolgokat, úgyhogy most én töltöm fel a hűtőt, az, jó? Az nagyon jó. Hoztam mindenféle alapanyagot, lekvárt tejet, minden. Írjátok meg, mikor van a moly szezonnak a kezdete, mert akkor addig nem megpróbáljuk megenni ketten együtt. Nem sok, csak 2 kókusztej, meg egy lekvár, hogy használj nyugodtan, hogy kicsi zabocskát tudjál te is reggelizni. Jó, most egy ideig. Csinálja Balázsnak is, ha már ott vagy. Most egy ideig az én köröm. De rendes, itt a felsőn, fújj bele még. 6:30 pontosan. Várunk friss közlekedési híreket, kinek hogy indult a reggele, mi van veletek, küldjetek el nekünk, és nem elfelejteni, hogy pénteken tehetségkutatás, mert hogy vasárnap, ugye, hát gyereknap van, és van egy e-mail címünk, ez pedig a minisztár@classfm.hu. Igen, nem miniszter, ha még annak is hangzik, minisztár. A promóban miniszternek tűnik, de nem miniszter, minisztár. Így van.
miniszter fogja kukac. Érteni a Lázár, hogy miért kap ilyen levelet. A gyerek nagyon jól tud fütyülni, és hogy szeretnénk 1000 darab jégkrém. Igen, nem fogja tudni, hogy mi ez, miért jön. Szóval miniszter kukac, kasszapen mondtuk, itt kell benevezni a gyereket. Pénteken, mivel gyereknap van vasárnap, így 7-től 8-ig a gyerekeké lesz a főszerep itt nálunk. Mindenki jelentkezhet mindenkiben, és csinálhat bármit. Így van. Jó? Lecserélheti otthon a hűtőszekrényt, és meglepheti az osztálytársait 1000 adag jégkrémmel, és ez szerintem ez egy jó pont így az év végén. Igen, ez valamilyen produkciót kell csinálni. Énekelni, szavalni, dorombozni, hárfázni, öngyújtót tölteni. Nekem teljesen mindegy. Az érdekes lesz majd. A lényeg, hogy a gyerekek jelentkezzenek, és ha esetleg nem tudtok aznap adásba jelentkezni, erre van az e-mail cím, hogy már előre elkülditek, hogy van 4 éves kisfiam Pistike, úgy fücsül sárgarigó hangon, hogy egyből nekiadjátok az 1000 adag jégkrémet. Akkor küldtök elérhetőséget, ez fontos, mi pedig pénteken visszahívjuk Pistikét is, meghallgatjuk, hogy tényleg fücsül-e úgy, mint a sárgarigó. Igen, de az öngyújtót, ezt ne vegyétek komolyan, jó, de ne az legyen, hogy valakire rányítják a kukatárolt, és igen. És Balázs mondta, készülök péntekre, ez az adag jégkrém. Öngyújtót töltök, és esernyők javítók kimélyenek. Ki magam? Zahar Gábor. Igen. Úgyhogy ez lesz péntekem. Drága szülők, drága gyerekek, tessék, a miniszter kukac. Ez most már beépített. A miniszter kukac klasszfm.hu e-mail címre benevezni a gyerekeket. Jó? Ákos jön, aztán jövünk a játékaival. Szóna pontosan 7 óra, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, egy autó elakadt a Népligeti kereszteződésben a Lurdi ház irányában, ahogy nézelődik a motortérbe. Szegény, hát már egyedül letolni, ugye? Valaki szegényke, nézi a motort, mit lehet csinálni? Vajon mihez nyúlsz ott, nem? Fölnyitod a motorháztetőt, és nem indul az autó. Hát, ha van valamilyen autószerelői képzettsége, az is lehet, és ért hozzá. Azért próbálja megcsinálni. Cseperről a nullásra kiútni halál, alaszol a forgalom. Márton apó küldte nekünk. Aztán a 37-es úton már tegnap sem működött a sorompó, mire várnak tragédiára? Csicsika küldte nekünk. Csicsika. Csicsika írta. Köszönjük. Aztán Balira a Roland Garros sem nézett, kérdezi egy hallgató, mert ugye beszéltünk reggel, hogy ki mit nézett tegnap, de azért arra rá pillantok, tegnap láttam Djokot, Wawrinkát, Murrayt, Nadalt, azért azt úgy, azért abból, hogy bele-bele csipegetek. A nagyokat az ember azért úgy megnézegeti, úgyhogy tudom, mi van a Garroson. Igen. De az érdekes dolgokat is kicsit tenisz. Később történnek, viszont az mindenképpen egy jó hír, talán beszéltünk is róla, vagy megemlítettük, hogy Babos Tímea behúzta az első főtáblás Roland Garros győzelmét. Azért nagy dolog. Nagyon nagy. Most már keményebb ellenfele van, tehát most már lehet, hogy ki is esik szegényként, de hát ő azért tud meglepetéssel is szolgálni. Még sosem nyert a Garroson egyesbe, párosban igen, egyesbe nem. Úgyhogy ez nagy dolog. De most már megkaptam a régi társát, a Mladenovic-sel játszik most éppen. Bele volt együtt régen párosban. Meglátjuk. Na, nézzük meg, hogy ki a hét harmadik játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Balázs vagyok. Hello Balázs, honnan hívtál minket, Balázs? Hát éppen Budapestről hívettek, és egy 4 órás vonat út áll előttem, amiből már 53 perc is sikeresen letelt, hál' Istennek, titeket hallgatva. Tényleg? Mit csinálsz? Hova mész? Tanulok, én a Budapesti Gazdasági Egyetemen tanulok, pénzügyi számítás szakon vagyok, és Budapesten lakom a albérletben, és most Sárospatakra megyek hazavidékre a családomhoz. Mész a családhoz, jó, Sárospatak, de szép hely az, de szép hely az, szép is. Nagyon. Sárospatak. Szakosodtál már unortodox vagy ortodox? Tényleg.
Megvetted már a Matolcsi könyveket? Hatott a fejmosás, vagy még a vagy kötelező is. Vagy még az ortodox dolgokba hiszel. Igen, csak kis póker, hogy ne. Jól van. És tudja, és tehát nyilván meg. Hallottuk, hogy az MNB alapítványok mennyi pénzt költenek arra, hogy beleverjék a fiatal. Gyerekek, jó minőségű könyvet támogatni kell, tudod. Igen. Csak kis póker, csak kis póker. Nem csak egyszer leírva, csak főnök picit rosszul. Igen, kivel játszanál, Balázs? Hát én azt mondom, hogy két Balázsoknak. Hát ez egy jó megoldás lehet. Már ami a reggelt illeti, csapjunk össze, jól van. Mehetünk. Oké, Jani. 3, 2, 1, fire. Na már itt is vagyok. Na, mit csinálsz az úton? Olvasol? Vagy mit csinálsz? 4 órás út, azt mondtad. Igazából. Hát akkor köszönjük szépen. Jó. Nem igazából. Jó, hallottuk, hogy volt egy nem igazából? Jó, igen. Balázs, mi történt? Mi van veled? Hát, ne csináld ezt. A Matolcsi neve tönkretett. Pedig nem így ment nekem. Gyuri bácsi, kiejtettük és rá stresszeltél. Mi, hogy? Hát igen, inkább az ortodoxot told. Igen. Hát, és most is a vonaton ülsz éppen? Igen. Milyen csendes ez a vonat? Hát semmit nem hallani, nincs zakatolás. Hát csendes, régebben az zakatolók járt, de most meg a, hát ugye a gyors vonat is már olyan, mint egy IC, szóval nagyon hullosszám. Aha, de hogy nincs körülötted senki, hogy teljesen, mint egy szobából beszélnél. Hát Balázs, sose tudjuk meg, hogy milyen játékos lettél volna. A jelek szerint most nem jó, de nyilván ez még javulhatott volna, csak már hamar jött a tiltott szó. Kiváló jegybank elnök még lehet. Így van. Igyekszem. Köszönjük. Átköszönöm a játékot. Tessék? Átköszönöm a játékot. Ha ezt adnak, lehet hívni. Köszi. Ciao. Szevasz, Balázs. Hello. Szia. Hello. Hát ez nagyon durva 4 másodperc. Egy kérdés is megérjük. Szórakozunk itt, érted? Hát lehet rám szállni, lehet velem játszani, de... De ha kihúzod a gyufát, ez jár neked. Bizonyám. Hogy sarokba szorítottad? Mivel is? Fogalmam sincs. Mit is kérdeztem? Már én sem tudom egyébként. Na jó van. 5 perc pontosan, 7 óra Ákos újra elmondja a legfrissebb híreket. Hát, ha történt valami ebben a 8 percben. Aztán jövünk vissza Ákos híre. Mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. 7 óra után 9 perccel itt vagyunk, hello mindenkinek, drága hallgatók, egy jó kis tankcsapda után. Egy jó kis tankcsapda, egy jó kis kávé, gyerek. Ugyanaz a kedves, csupaszív kisember vagyok itt régen. Már nem vagyok morcos, nem vagyok tüskés. Ugye? De nem voltál soha kedves, Jani. Igen. Amióta én ismerlek. Én azt hittem, hogy az. Sose voltál az igazából. De jó kávé, az tényleg. Az volt. Jó kávé, gyerekek. Az, mint az volt. Az tényleg mindenre jó. Egy jó kávétől jobban indul a napod. Egy jó kávétől jobb kedved lesz. Akkor kérdezem, hogy miért iszok ezt a szart? Ha egy jó kávétől jobb kedvünk lesz, miért iszuk ezt a pelet rád, érted? Nem, nincs baj. Nincs baj a kávéval. Nincs baj a kávéfőzőkkel. Nem tudunk rendesen kávét főzni. Meg kéne tanulni rendesen. Tegnap voltam egy nagyon jó kis kávézóban, Vikivel, és nagyon sok mindent tudtunk meg, de mindegy, hogy merre van a WC, hogy hányszor ütöd le, hogy honnan töltöd rá, hogy csinálod a tejszikét. Figyelj, nagyon durva műk. Képzeld el, hogy van egy ahol járunk, és kávézni, és ott vannak azok olyanok, akik csinálják a kávét. És hát ez a konyhátok. Ugyanabból a kávégéből, ugyanazokkal a feltételekkel, ugyanazzal a kávéval jött most egy új kislány, aki barista volt régen, és jött itt erre a helyre. És egészen más kávét csinál, ugyanabból a gépből, minden ugyanaz, mint az, aki egyébként X éve mondjuk ezen a helyen dolgozik. Érezhetően más a hely. Ez egy belvárosi helyen van. És megkérdeztük, hogy mi a különbsége. Elmondta nekünk a vezetője ennek a helynek, hogy semmi, az, hogy a lány megtanulta, és ugyanazt a gombot nyomja meg, ugyanúgy tölti rá a habot, ugyanúgy forgat kettőt a kapucsin, és más az íze. És elmondta nekünk tegnap ez a srác, hogy nagyon pici apró dolgokon a
ahogy tartod a poharat, ahogy beleesik a teje, amilyen szögben jön, mert egészen más íze tud lenni a kávénak. Igen, és ezért van különbség, hogy itt is az Ákos például olyan kávét csinál ebből a gépből, hogy megőrülsz. Ha te csinálod a kávét, az azt csak kegyelemből iszom meg. Igen? Nem lesz több kávé. Ha én csinálom, akkor az a legrosszabb, de azt is megiszom, mert fel kell ébrednem. Én nyugi, nyugtasson meg, de én sem a legrosszabb kávét. Aztán te, aztán a Viki. De azt is megiszom. Akkor csinálja a legfinomabbat. Ne, és a Laci is nem csinálja jót. Hogy egy világkupát lehetne rajta. De az a magánéleted, azt most hagyjuk. Én most a kávéról beszélek. És a kávén pedig... Hogy te milyen habot felsz, érted? Tehát nem mindegy, hogy hogy nyúlsz hozzá. Az Ákos hozzáengeded a mi kávégépünkhöz, érti, szereti, ismeri. Jó, de Ákos háromkor jön be azért, hogy kávézzon. Olyan kávét csinál, hogy megszólal az a kávé. Érted? Nem mindegy. Szóval ezért isszuk mi a rossz kávét. Itt vagyok. Yes. Szóval nem mindegy. Ezért hívják ezt a kávét mi kompromisszumos kávénak, mert mi most azt is szasz. De most nekem is jobb kedvem lett. Ittunk egy jó kis kompromisszumos kávét. A kávézóba is, akkor kérd megkérdezni tőle. Egyszer voltunk, nem, egyszer voltunk. Akkor ugyanazt kérjétek, mint a múltkor. Ugyanazt, mint a múltkor, igen. Attól a lánytól ott. Feltétel kérték. Ja, akkor nem. De mondd meg, nem így van. Ugyanaz a gép, ugyanaz a kávé, és érted? Tök más az íze. Mert a kislány tudja, hogy mit, bizony, milyen arányba, hogy kell oda beletenni. Azt akarod mondani, hogy az Ákos lányos? Lányos az Ákos? Ebből most, hogy én valakit megdicsérek, az jött ki, hogy az Ákos lányos. Miért akarsz engem mindig csajos, bajba kerülni? Babás. Nincs nekem elég bajom. Azért, két naponta most egy csaj főzte neki, hát az még nem lány. Balázs beszólt. Balázs. Nincs nekem elég bajom, érted? Mindig az a Balázs beszólt. Hát most még ezt akar, most éppen dicsértem az Ákos. Lebémistás. A hírszerkesztőr. Mit szól ehhez az új tulaj? Holnap már. Belső villongás a morning. Holnap már írják majd. Mit szól ehhez, megmagyaró? Nem, én csak kérdezem, hogy meg már tudja, hogy a NAT az egyébként magyaró, nyilván tudja. Itt már azért elég sokan megmagyarónak hívják, mert ugye megnát, ez az igazi neve. Megírta valaki, hogy Csoda Pistit jelent magyarul, nem. Miért? Vágó Istán, hát évekig hívtuk a Vágó Pistát Steve Cutternek, tehát ez abszolút működik, érted? Azt mondta, hogy Steve Cutter magyarul, csak nem beszél. Vágó István? Há, Vágos, ha ért magyarul, csak nagyon ritkán szólal meg. Nagyon ritkán szólal meg. Na mindegy, szóval, hogy ittunk egy rossz kávét, de ettől nekünk már sokkal jobb. Sokkal. Gondolj erre, mi lenne, amíg jó kávét innánk, mert meg tudnánk csinálni. Mondjuk annyit pofáztunk, hogy ez enyém elhűlt, tehát, hogy most már picit azért, most megkezdek tüskisedni. Igen, az enyémből, az enyém jégcsapok úszkálnak, meg jégmezők, mert annyira. Igen, annyira hideg. Jeges medék ugrálnak egyik tábláról a másik. Én hozzászoktam ezt. Nincs rossz. Nincs jobb egy rossz kávénál. Na, azt mondja, hogy Trafia 4-es 197-es kavicsánál Budapest felől érkezőket mérik. Aztán Tatán nagyon finom kávé van, de ezt nem mondom be, hogy hol. Ingyen reklámot nem csinálunk senkinek, gyerekek. Azért ne gondoljátok. Elkülditek és azonnal beolvasuk. Csak a haverok. Csak a haveroknak, ismerősöknek, illetve aki fizet. Azt az mondja, hogy amióta reggelente pálinkával főzöm le a kávét, nem indul rosszul a napom. Judit küldinek. Pálinkával? Figyelj, hát pálinkával még nem hallottam, de én azt tudom, hogy vidéküt új kígyóson volt, aki rummal főzte le a A kotyogós kávéfőzőbe beteszed a rumot víz helyett, rá a kávét, és azt átengeded egyszer rajta. Hát az pusztulat. Ott azonnal meghal szerintem. Hát, csak jó kis rum, egyszer tényleg turbosítatnánk egy rumos reggel, csak valamit az íze véget, valamit csináljunk majd, valami történjen. A britek is mondjuk apám reggeli teájával indították volna a napot, az 5 óráig már elmaradt volna. Volt benne. De apád a lugot is megitte és megsérette. Semmi. Megivott fél liter lugot, és azt kicsit úgy maras. Abole! Most mindegy. Apa! Semmi. Azokra a rozsdás vasakra tettem félre, de... Megevett 3 bicikli küllőt, de megsérezte. Bármi. Apád vasból. Egyszer eltört egy fogam, mert meg el akart harapni. Egy ilyen velős csontot. Az volt az egyetlen baj a fog során.
Ennyi. De másik oldalra. Hát igen, és ott elharapta a csontot azért még aznap. Nem, rágyújtott, végre is ehhez szívta. Igen. Balázs, most hallom, már csak pár napig kapsz kedvezményes egyet a koncímre. A műsor után irány a jegypénzt, lát Havasi Balázs. Azért, hát csak küld. Hallottátok a Havasi koncertet? Igen. Decemberben, és most már hirdeti? De várj, most van az van, hogy elővétel még azt hiszem 4 napig, tehát ja, olcs, kicsit olcsóban, de utána már gyerekek, június van már teljes ár. Korábban kellett volna felkelni. Nem tudsz elég korrekkelni. Kérdezzük már meg egyszer, hogy ezt miért. Jó. Jó. Kérdezzük. Kitől? Mit? Hát Balázstól. Balázstól? Hogy ezt félelem generálja, ezt a fajta felfokozott idegállapotot, hogy júniusban már nyomaszt a decemberi koncertjével? Így van. Kérdezzük meg Balázstól, hogy mitől félsz? Miért csinálod ezt Balázs? Minden évben. Igen. Miért nyomasztod az országot februárban? Biztosra menni? Még itt a nyári, még úszni akarok, napozni a gyerekkel, érted? Hát én nem akarok még belegondolni, mi lesz decemberben. De ő reggel egyébként felmegy annak a hálózatnak, akik árulja jegyet az oldalán, és megnézi, hogy... Hányan kattintottak ma rá? Hallod. Hú! 5 megint elment! Vagy mit tett, hogy így? Már csak 6600-at kell eladni, hogy tele legyen újra. És megvagyunk. Tele legyen újra az aréna. Furcsa. Feri, egy gyorsforgalmit mozárják le egy beszorult kamion miatt. Jó, Adri küldte nekünk. Ennek is utána kell elni. Gyerekek, tele vagyunk ma reggel feladatokkal. Hogy mi történik ott? Srácok, novembertől morning, reggeli bumerang lesz a műsorotok neve. Most olvastam a hírt az Indexen. Hát egész később. Most már azért pár napja zajlik. Ha csak ma olvastad, akkor viszonylag későn jutottál internet közelbe. Azt mondja, hogy Cseperről a nullás a kiútni halál alaszol a forgalom, valamint kamion tolat a gyorsforgalom, ilyen kifelé Budapestről alakul a dugó. Egy autó elakadt a Népligeti kereszteződésben a Lurdi ház irányában, egy hölgy nézelődik szegényképp, ha valaki tud, akkor segítsen, valamint Esztergomban mérik a dorok felől érkezőket. Úgyhogy vigyázzatok. Én nézem a garázsbarást, kiugrok, segítek neki. Mit csinálsz? A néninek. Ja, a néninek. Te nem tudsz az autót szerelni, hogy nézel egy ilyen műsort. De úgy tudok úgy támaszkodni a szélén, hogy nagyon okos közben az arcom. Mihez nyúlnál először egy lerobbant autónál, ott áll? Jani, szerintem magához. A hölgyhez a hátsó lerobbant a kocsi. Itt az idő. Hát akkor. Úgy se látta senki. Nincs jobb egy pár lopott percnél. Nekem egy picit beálltad, de rakom lehajol. Az ott ugye? Tékocs, ugye? Megnézni a vízpumpát, hölgyem. Persze. De már hajolok is. Rá a motorháztetőt, hogy ne tudjon menekülni is. Szóval, hát mi, Jani, mihez nyúlna? Hát semmihez. Hát nem érted. Én sem egyébként. Azért, mert autót vezetsz, hát ki a fene tudja megszerelni. Meg ma már ezek az autók azért nem úgy, lehet. Hogy benyúlsz, húzol kettőt a kardánon, és utána gurulsz tovább. Tehát felnyitod, azért... belenéz és visszacsukod. Igen, azért. Mert nem látsz semmi más, csak egy hatalmas műanyag lapot. Igen. Hát az alatt van az aksi, ezt vedd le, és a között az aksit megtalálod. Tehát azért nem csak műanyag lap van a motortérben. Igen, de amikor kikönyököl a hajtókar, azért a motorháztetőn, azzal nem tudsz nagyon mit csinálni, nem? Azzal nehéz. Mindegy, segítsetek a hölgynek, ott áll a Lurdinál, valaki álljon meg. Jó? Hogy hívjatok sárga angyalt. Van még ilyen? Van. Szerintem van. Van még sárga angyal? Persze. Van. Jönnek, szerelnek, elvisznek. Van, működik. Ő jön Pekingben karácsonykor. Igen, megérkezett a sárga angyal Pekingbe. Kézed ott, hogy menne. Na, felmelegítünk egy olyan ügyet, amivel kapcsolatban mi sem tudjuk, hogy mi van, de folyamatosan zajlik. Ugye Galambos Lajos volt már a mi vendégünk, és ígértük neki, hogy valamikor megcsörgetjük majd, ugyanis az ő ügye szerintem baromi érdekes, titokzatos, tele vagyunk még mindig homályos részletekkel, és még mindig alapjában néhány emberen kívül azt hiszem, hogy senki nem tudja, hogy mi történt valójában, és mi történik valójában. Ugye azt tudjuk, hogy 130 napot, 133 napot töltött, remélem jól mondom, itt pár nap is ugye nagyon sokat számít. Volna, nem lenne mindegy. Igen, ez 130 valahány napot töltött előzetes letartóztatásban. Lajos kijött, azóta baromi nagy a csend, aztán megjelent egyszer csak állítólagosan egy titokzatos arab herceg, aki megvenni ugye Lajcsi birtokát. Egy hercegi család sarja. Egy hercegi család sarja, és írta egy bulvár újság, és akkor innentől kezdve, hogy hát ezért ezt fenntartásokkal kell kezelni, és ez a bulvár újságíró már el is mondta, hogy tudja, hogy hova költözik Lajcsi és az ő
ő családja, és hát utána Lajcsival ugye szív problémák voltak, miközben Lajcsi egy csomó mindenre ugye ráébredt. És hát ígérte nekünk Lajos, egyrészt, hogy rácsöröghetünk majd pár hónappal később, amikor itt volt nálunk ment, hogy mi a helyzet. Kettő, hogy ő majd azért felfedi az ügy piszkosabb részleteit, és elmondja, hogy kik akarták börtönbe juttatni, kik juttatták be. Ebből egyébként már néhány részlet megjelent az ő könyvében, hogy a Dáridó kapcsán, ugye ott valamiféle jogvitának köszönhetően megfenyegették őt, és egy ellensége jutott a börtönbe. Volt egy bulvárlap, aki cikkeket közölt az ő frissen megjelent börtön élményekről szóló könyvéből. De minden esetre az ügy még mindig nagyon homályos, és engem tényleg baromira érdekel, hogy hogy tölt úgy valaki bent 130 valahány napot a börtönben, hogy nem hallom, hogy lenne vádemelés, igen, nem hallott, hogy az ügy folytatódna, nem hallott, hogy találtak-e volna valamit, azon túl, hogy ki van kapcsolva a gáz Lajcsi birtokán. Ezt hallottuk. Igen. Tehát ezért nem biztos, hogy valaki 130 napot bent kell, hogy üljön. Igen. Szóval az ügy nagyon furcsa. Igen, úgy folytatódott, hogy volt ugye még vizsgálat, volt egy olyan esemény, amikor valami műtárgyat kerestek, amit aztán a kiderült, tóban. Hogy a tóba is megtalálták római x kilométer, igen, x kilométerrel arrébb találták meg. Akvinkumban. Tehát, hogy most már szerintem a környéken bármi történik, ha Lajcsit veszik elő. Most már ez van. Picit érted? Ilyen. Még, ugye? Hogy még akkor is, hogyha neked szám tényleg semmi köze nem volt ez a dologhoz, akkor is gyerekek, nézzük igen. már meg a galambost, biztos vaj van a füle mögött, igen. és nem igen. volt megint. Igen. Kilent a gázorra leolvasom. Miért? Igen. Hát, mert szó volt egy titokzatos zsarolóról, igen. aki ugye meg akarta igen. zsarolni Lajcsit, hogy fizessen neki 5 milliót, és akkor nem van rá, aztán Lajcsi úgy döntött, hogy nem fizet. Tehát az ügy nagyon szövevényes minden esetre. Ugye mi pedig kíváncsiak vagyunk, hogy tulajdonképpen hol tart az ügy, és van-e bármiféle következménye annak, hogy ugye Lajos ben volt, keresi-e bárki, van-e vádellenvele, és egyáltalán hol tart az ügy. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felhívjuk Galambos Lajost, és pár hónappal a vendégeskedése után, amikor ugye itt volt nálunk, újra megkérdezzük, hogy hogyan áll az ő ügye, mi az, amit elmondhat nekünk, egyáltalán igaz-e, hogy ő neki most arab sejk vette meg a birtokát, nem tudom honnan szedik egyébként, igaz-e, hogy elköltöztek, hogy eladták, és egyáltalán mi van az ügyel. Megkérdezünk mindent. Honnan ez a kapcsolat? Hogy felment az arab sejk sarja az ingatlan.com-ra, és akkor így kiszúrta. Hát miért megbízott valakit? Tehát, ha igaz a történet, igen. Arab vagy arabos. Na, mindjárt megkérdezünk mindent, mert hogy itt van velünk Galambos Lajos, jó reggelt kívánunk! Hello, Lajcsi! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Na, én már nem tudom, hogy... Üdvözlünk mi is, hello Lajcsi. Nem tudom, hogy mit higgyünk, mit nem. Voltak szív problémáid, ezt lehetett olvasni a bulvár újságban, de hát milyen már azért ezeket erős fenntartásokkal kezeljük. Hogy vagy most? Hallottam mindent a felvezetésben. Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Szív problémáim voltak valóban, nem voltam a kórházban egy vizsgálaton, és azt gondolom, hogy picit jobban megijedtem, de... Azt kell mondjam, hogy az eddigi életemben az 50 év alatt még soha nem voltam szívvizsgálaton, tehát érthető volt az, hogy egy picit túlreagáltam, véleményem szerint. És azért egy kórházban, amikor látod azt, pont ez a kórház volt az ügyeletes, a Városmajori Kórház, ahol egyébként minden tiszteletem az ott dolgozókért, annyi rosszat hallani az egészségügyről, én csak jót tudok mondani. Tehát azért ott a kórházban egy picit megijed az ember, amikor nagyon súlyos betegeket hoznak, visznek a folyosón. De nem komoly akkor a dolog, tehát kint vagy jó? Nem komoly a dolog, nem komoly a dolog. Ennek ellenére az a fajta valószínűleg stressz hatására egy állandó nyomást éreztem a mellkasomon, és azt hittem, hogy ez mondjuk egy szívinfarktusnak a kezdete, vagy esetleg egy lábon kihordott infarktus, hallottam ilyet, és tudod, minél jobban foglalkoztam vele. Mi boldog azt, hogy pusztán élünk, innen a mentő Tatabányára mondjuk egy 15-20 perc, onnan esetleg a szívklinikára még egy 40-30 perc, tehát nagyon tartottam. Volt egy szorongás bennem, hogy mi van, mi alakul, történik velem valami. Hát persze, meg hát az embernek van egy mellkasi nyomása, azért az ijesztő is tud lenni. Így van, ennek kapcsán aztán egyik szombaton rosszabb lett a helyzet, és akkor kvázi sürgőséggel bementem egy tervezett időpontra, de az idő, a tervezett vizsgálatra, csak az időpont nem volt tervezve, hogy így fogalmazzak. Jól van, de a lényeg akkor, hogy jól vagy. Na, okay. Jól vagyok, jól érzem magam, nagyon jól érzem magam, boldog vagyok, 35-40 kilóval vagyok, kevesebb, mint kvázi Dáridós fénykoromban. Na, hát legalább ennyi, ha már lehet mondani, hát, nem, hogy ennyi? Igen, igen. Ennyi jó is történt ebből, hogy legalább... Nagyon, nagyon, nagyon jó érzéssel tölt el.
Sok mindent hallottam a felvezetésbe, hadd válaszoljak kérdésenként, soronként a dolgokra. Jó, hadd kérdezek én, és akkor megyünk szépen sorba, mert ugye hát nagyon sok a homá, és nagyon szeretném mi is tudni, hogy mi történik, meg szerintem rengetegen egyébként, tényleg sok a furcsaság. A legfrissebb most veled kapcsolatban, hogy arab hercegi Sari vette meg állítólagos a Lajcsi birtokát, komoly vevő akadt, írja egy bulvárlap, ugye, és hát állítólag te ezt már el is alattad, összecsomagoltál és költözöl. Mi igaz ebből? Így nem igaz. Ez így nem igaz. Érdeklődő van, egy, hogy arab hercegi, tehát én azt gondolom, hogy egy nemesi, egy jobb módú, az összeg miatt gondolom ezt, de érdeklődő van rá. Egy Ausztrián keresztül kaptunk egy megkeresést, tehát válaszolva egyik kollégádnak nem az ingatlan.com-on olvasták a hirdetést. Igen, Dubájból fölmentek az ingatlan.com, az emír felment. Kicsit azért ezzel az ingatlannal azért úgy az a véleményem, hogy a Párizsit eladják, a téli szalámit meg megveszik. Tehát ezt az ingatlant valamikor valaki meg fogja venni. Ez egy ingatlan együttes, óriási érték, közel 1,5 millió négyzetméter, egy óriási vízibirtokkal. Miért kell eladnod? Tehát most a vizsgálat nem zárult le, te ott vagy, ott vagytok, akár minden lehetne ugyanúgy tovább. Erre vonatkozik a kérdés, hogy miért döntöttetek úgy mégis, hogy értékesítitek? Hát az volt a mindenetek, erről nagyon sokat beszéltél. Igen, nem kell eladnom, de az eltelt 125 nap nagyon sok minden ráébresztett, többek közt arra is, hogy kevesebb is elég, és igazándiból más az elképzelésem, vélhetően a gyerekeim főiskolára Angliába fognak járni, egy más életet tervezek én is, úgy a fellépéseimmel, úgy a szerepléseimmel, tehát egy más, szeretném jobban élvezni az életet. Te is el akarsz költözni az országból, vagy csak a gyerekek? Mert ugye volt egy mexikói utazás, ott már mindenki találgatott, hogy te vissza se jössz. Én Mexikóba elmentem nyaralni a gyerekekkel. Egyébként ez egy álmunk volt, hogy egyszer elmegyünk. Azt a nagy álmunkat, hogy egy ilyen vadvízi túrára elmegyünk, azt nem teljesítettük. Éppen ezért már még vissza kell mennünk. Na, csak kérdés, hogy miért érdekes, hogy mi volt belőle, hogy elmentetek 3 hétre Mexikóba, igen, és Lajcsi elmenekült, nem jön vissza, kiköltözött, hát ott is mindent lehetett hallani. Eszembe nem jutna Mexikóba, Dél-Amerikába menni lakni, semmi nem indokolja, legkevésbé a büntetőeljárás. Tehát ami ellenem folyik, ez a büntetőeljárás azért tart, én azt gondolom, hogy a színfalak mögött megy a szervezkedés, és megy a tologatás. Nagyon rosszul esett az, hogy megtalálták, annak örültem, hogy megtalálták a 2000 éves sírköveket és óriási értékű műkincseket, de az rosszul esett, hogy egy telefont nem kaptam, hogy hát elnézést kérünk, hogy 30 rendőrrel kivonultunk, megfélemlítettük a családot, a gyerekeket, mert akkor én előzetesben voltam, tehát nem tudtam gazdája lenni az ügynek, mert nyilván, ha a gyerekeknek csak annyit mondom, gyerekek nyugi, tehát más, amikor a apuka nincs itt, ugye egy 7 négyzetméteres cellába, itt a feleségem a kivorulás szélén, hát azért ez nem egy kis történet volt, és még búvárok is jöttek. Tehát hát ezt olvastuk, olyan, persze, az elképesztő hadjárat volt, igen. Ez egy olyan hadjárat volt, és tudod, megtalálják Bábolnán, elásva, egy darus kocsival kellett az egészet szállítani, és annyit nem mondanak a komáromi kapitányság, aki itt járt, hogy hát bocs, ne haragudj, hogy ne haragudj, ennyi vagy. Nyilván próbálunk majd lépéseket, jogi lépéseket tenni ezek a de én azt gondolom, hogy egy demokráciában ez elvárható, hogy ha valaki nyilván keresnek valamit, akkor megnézik, ezzel ellen nincs kifogásom, a létszám ellen és a forma ellen már lenne, és aztán utána azért annyit lehet mondani egy fejlett demokráciában, hogy köszönjük szépen, elnézést kérünk, ez volt a dolgunk, de nem. Ugye amikor itt voltál, akkor abszolút igazad van, akkor mondtad, hogy te előbb-utóbb felfeded majd az egész történetet, és elmondod, hogy kik állnak az ügy hátterében. Te tudod már, vagy elmondhatod, hogy ki ellen, mi ellen folyik, miért csinálják ezt veled, mi a sejtésed az ügyel kapcsolatban? Miért voltál te börtönben 133 napot, vagy 135 napot? Azt nem tudom, hogy miért voltam. És hogy ki miatt? Arra van elképzelésem, a könyv kapcsán nagyon érdekes, arra gondoltam, hogy ha a problémát okozok, kvázi kellemetlenséget magamnak, az a BV-vel kapcsolatos, a fogvatartottak jogaival kapcsolatos tények lesznek, de nem, hanem a Dáridóval kapcsolatos médiába lévő kollégák,
nem is kollégák, producerek, nagyhatalmú urak, inkább így mondom, akár televízió tulajdonosokat is mondhatok. Tehát ők, akik engem nagyon-nagyon hogy jó indulatba burkolt fenyegetéseivel és fenyegetésekkel bombáztak. Tehát te most azt mondod, hogy jelenlegi tévé tulajdonosok érik el, vagy érték el azt, hogy te börtönbe kerüljél? Mert ez így elég konkrét. Igen, igen. Én azt mondom, volt tudomásuk róla, az egyik tévé csatornának a tulajdonosa tőlem kért egy találkozót azon a csütörtökön, amikor azt követő kedden letartóztattak, és annyit mondott, hogy jobb lenne, ha a mi együttműködésünkre koncentrálnál, mert majd meglátod, milyen nagy bajod lesz, de nem mondok más, csak annyit, hogy még akár el is vihetnek. Sőt, aztán ezt ki is mondta, hogy el is fognak vinni, és ami a legérdekesebb, azt is mondta, hogy a feleségemet is. És azt mondtam neki, te hülye vagy. Ez a Monparkban volt az a beszélgetés, és ezt követően kedden elvittek. Tehát ezért gondolok arra, hogy emögött csak olyan tehát én azt gondolom, hogy ő ennek az információnak a birtokába volt. És a vita azt tudjuk, hogy mind ment? Tehát, hogy mondjál le valamiről, vagy adjál oda valamit? Igen. Én azt olvastam a könyvedből egy idézet, hogy a Dáridó jogai kapcsán, te ad oda a Dáridó jogait, ha nem mondasz le, akkor ez történik veled, mert ugye egy nagyon sikerű, népszerű műsor volt. Erről szól a dolog, hogy oda kellett volna adni valakinek a Dáridót? Nem, ezt a nevet le akarta védeni ez a jó akaró, idézőjelbe téve természetesen a jó akaró, ezt le akarta védeni egy magát a műsorbrendet, és hát azt szerette volna, hogyha ez le legyen védve. Ez az ügy most a Sláger TV-vel kapcsolatos, tehát azért nevezem meg, mert nekem nincs mitől tartani. Nagyon örülök, hogy most már a híradások nem elsősorban az én bűnügyemről és a velem kapcsolatos bűnügyről szólnak, hanem arról például, hogy ugye az ingatlant eladom, lesz egy kezdeményezésem, egy ilyen súlyvesztési verseny, egy fogyi verseny. Jó, oké, várj, mert még ebben nem menjünk bele egy kicsit, mert azért engem ezek érdekel, amit de válaszolni fogok minden kérdésre. Azt akartam csak mondani, bocsássadom. Oké, de tulajdonképpen... Te azt mondod, bocsánat, hogy a szavába vágom, de hogy akkor te azt mondod, hogy ez a tévé tulajdonos, ez tulajdonképpen megfenyegetett téged? Igen, az együttműködést ajánlotta, és én ezt az együttműködést nem fogadtam. Ez egy nagy televízió, tudjátok, ki a korábban Muzsika TV, korábban Nóta TV, most Sláger TV-ről beszélünk, és Radu Morárról. Tehát ő egy román fiú, román férfi, aki közölte velem ezeket a bizalmas információkat, ezzel kapcsolatban érthetetlen számomra, hogy az én letartóztatásomat, ami egyébként egy titkos nyomozás alapján, titkos lehallgatások alapján történt, hogy egy miért kellett engem hallgatni, azt sem értem, de hogy ki ásott nekem egy ilyen vermet, és ki tudta elrendeltetni azt, hogy az én telefonomat hallgassák, milyen indokkal, nem beszélhetek róla, tudom, hogy milyen indokkal, mert a lehallgatási jegyzőkönyve benne van. De oda az van írva, hogy ez államtitok. De nem tudom meddig, amivel nem kapcsolatos, miért államtitok. Az, hogy engem megkerestek, csütörtökön kaptam egy üzenetet, hogy ő számomra fontos ügyben mindenképp találkozzak, de nem ő hívott föl. És ezt követően találkoztam a Monparkba, elmondta ezt a hülyeséget, én megmondtam neki, te tudod mit, beszéljünk inkább a csajokról. Ma körülbelül ennyire vettem. És utána három nap múlva, vagy négy nap múlva pedig valójában elvittek. És engem négy nap múlva elvittek, és azt mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát ennek az információnak tökéletesen és pontosan a birtokába volt, és ami ugye a feleségem már nem terhelt az ügyben, tehát az ő terheltsége már nem szerepel, de ő megemlítette a feleségemet is. Tehát nem blöffölt, nem az volt, hogy figyelj oda, meg majd ilyen, meg olyan bajod lesz. Hanem tudott valamit valójában. Hanem tudott valamit, így van. És én véleményem szerint csak az van információ birtokában, aki esetleg kezdeményezett. Te beszéltél azóta, mióta kijöttél ezen emberekkel, vagy fölhívtad őket, hogy miért történhetett, vagy hogy mit tudott például az előbb említett úri emberrel, hogy honnan tudtad, vagy kiállhat a dolog mögött, vagy miért vihettek engembe, nem senkivel? Nem, mert ezt nyilván kellőképpen a nyomozóügyészségnek kívánom majd tisztázni, hogy ez hogy fordulhat elő. Egyébként az ügyben még számos érdekességet tudnék hozni, de ez mondjuk mindenképpen egy nagyon érdekes vádemelés dolog. Van már?
Nincs. Nincsen. Nincs váremelés, hát megy a tilitoli, én azt gondolom. Az ügyvédek, a volt ügyvédek ellen, akiket kizártak, tehát a dr. Berényi Andrást és a Szilágyi Rolandot, ő ellenük úgy tudom, hogy különböző vizsgálatok vannak. Az ő állítólag én információ van, hogy az ő telefonjaikat is lehallgatták. Nem értem, hogy ügyvédek telefonját hogy lehet lehallgatni, és ezzel kapcsolatban az is felmerült, hogy azok a tanúvallomások mennyire felhasználhatók. Azért elég komoly dolgokat mondasz, Lajcsi, és elég konkrét dolgokat állítasz. Én nagyon megkomolyodtam ez alatt az ügy alatt egyébként, tehát én egy ilyen bohém szórakoztatónak tartottam magam. Azért itt nagyon sokat karcosodtam, hogy így mondjam, járunk fellépni, de azért minden alkalommal a Börtön ablakában című dalt eljátszom, meg amit bent írtam, meg recsenével a szív. Arra van valódi esély szerinted, hogy visszamenjél, vagy újra bevigyenek? Mit mond az ügyvédet? Hogy látod, hogy a vádemelés után jogerősen téged elítéljenek, vagy nagyobb az esély annak, hogy nem lesz vádemelés, és ejtik az ügyet? Hát azon dolgozunk, hogy az igazság kiderüljön. Ha az igazság kiderül, akkor ennek semmi esélye nincs. Te egyébként maradsz Magyarországon? Tehát mondtad, hogy szerényebb körülmények között szeretnéd élni, egy csomó minden megváltozott. A szerényebbet azért nyilván azért... Gondolom nem egy félszúteré 30 négyzetméterről van azért szó, Lajcsi. Ez egy állami vendégház volt, ez 30 szobás, 22 fürdőszobás, ez egy óriási birtok. Ebben most el vagyunk, de egy részét... Meghúzva a magatokat egy 30-30 fürdőszobás rázban azért... Nem, ez nagyon fontos. A fene vigyel, hát valahogy azért csak el van az ember. De a furkúthoz ragaszkodsz. Nem, furkútam van, és a gáztóba hoztátok. Valóban egy éve ki van kötve a gáz, de mi korábban sem használtunk gázt. Mert saját metánotok van. Szóval, igen. Én nagyon, itt szeretnék maradni ebben az országban. Mindenem, amin van, ismertséget és anyagi elismerést ebben az országban szereztem. Szeretnék hasznos tagja lenni a társadalomnak. Szeretnék segíteni azokon, akik hasonló bajba kerülnek, mint amiben most én kerültem. És esetleg nem tudnak drága ügyvédeket, vagy... Okay. Lajcsi, bocsánat, csak közben még kérdeznem egy utolsót, aztán... Nyugodtan. Az kiderült, hogy amivel valójában megvádolnak, hogy loptad a gázt és a villant, vagy nem loptad. Ez kiderült, hogy igen, így van, bebizonyították, vagy nem derült ki, és továbbra se tudják bebizonyítani, loptad, vagy nem. Ugye ezek a fontos kérdések. Nem loptam, nem derült ki, nem tudták sem bizonyítani, és azt be fogjuk tudni bizonyítani, hogy ennek semmi alapja nincs ennek a vádnak. Aha, már ugye hát ezek a fontos. Ha ezek a fontosak, akkor ezekre egyértelműen tudok válaszolni. E tekintetben nyugodtak vagyunk. Jó, Lajcsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a fajta nyílt őszinteséget, amivel te itt mondasz. Kemény dolgokat mondtál, csak elítottam. Csak ez vezet előre. Tehát itt mellé beszélni ebben a témában már nem tudok, és nem is akarok. Tehát udvariaskodni nem akarok. Ezt, amit elmondtam a Schlager TV tulajdonosával kapcsolatban, ezt most először neveztem meg, erre így is készültem, mert eljön az idő. Az nekem, bocsánat, nem volt tiszta, csak egy kérdés, hogy azt állítottad, hogy ő intézte el, hogy bevigyenek, vagy ő szólt, hogy be fognak vinni? Nekem ez most nem tiszta. Ő szólt, hogy be fognak vinni, de viszont aki, tudod, hát a keresztapát azért, azt a filmet többször megnéztem, aki a hírt hozza, az az áruló. Azt szokták mondani. Jó, hát ezt már nektek kell levinni, mert azért ezek kemény állítások, tehát az adás után lehet, hogy lesz egy-két telefonod, de hát ez már a ti ügyetek. A házat nem adtuk el, érdeklődő van, ez egy arabnak tűnő hercegecske, aki repülőről megnézte, az ügynökségével beszéltem egyébként. Tehát ennyit azért válaszolnék arra a félbe maradt mondatunkra. Jó. Oké, azt hiszem, hogy a legfontosabbakat megkérdeztük. Lajcsi, egy pár hónap múlva mi újra beszélnénk veled, újra felhívnánk, mert azért ez egy nagyon szövevényes, nagyon rejtélyes ügy, semmi nem derült még ki pro és kontra, tehát állítások, dolgok vannak mindkét részről. Beszéljünk pár hónap múlva. Kiderült, nyilván közben azért hát nagyon fontos dolgokat mondasz, hogy minden kiderült, és remélem nem kell hónapokat várni. Június 18 a nyomozás lezárásának határideje, és én akkor óriási bejelentést fogok tenni. Mikor? Júni 18. Annak környékén azért fogok olyan bejelentést tenni, ami nagyon érdekes lesz számotokra. Hát hadd hívjunk fel akkor újra, kíváncsiak vagyunk. Boldogan. Jó? Sziasztok. Lajcsi, köszönjük szépen. Galambos Lajosnak köszönjük szépen. Szia Lajos. Hello Lajos, köszönjük. Sziasztok. Ciao. Hát a perek után tudunk beszélni. Igen. Ez a mai ez kemény. Elég konkrét volt Lajos. Eléggé. Megha.
meghallgatjuk Ákos híreit. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Audiovizuális tűzijáték kérdezik. Szédülök, vegyem vissza. Hát, 27. század. Kicsivel hello, egy jingle, már a visszafelé beszélünk. 10 percről 8 óra, hello mindenkinek, itt vagyunk. Lajcsival beszélgettünk a hírek előtt hosszasan. Hát érdekes most beszélgetés volt. Most értünk magunkhoz, most tesszük össze mi is az apró kis mozaikokat és mindent, amit az elmúlt fél évben történt. Konkrét volt Lajcsi, egészen konkrét, de hát majd az urak ezt egymással elintézik és megbeszélik. Vagy az ügyvédeik. Vagy az ügyvédeik, így van. Na, azt mondja, hogy még egy ilyen beszélgetés, és hozzád is kivonulunk, Balázs, tisztelettel a gázszolgáltató. Gyerekek, hozzám jöhettek, meg se kapom a sárga csekket, már hívom a tigázt, mennyivel tartozom? Nálam semmi. Kazánod, ráadásul 3 napja nincs kazánom, úgyhogy nem tegnap a Miki vízforralóval öltötte a kádba a vizet, és úgy melegítettük a vizet. Nálam maxim az áramszámla lesz majd nagyobb. Majd amikor hazamész adás után, ott találsz valakit, aki éppen csipörötött kézzel áll egy gödör mellett, amiben hogy nem találtak egy római kori szarkofágot, a Pannon Légió centuriójának temetkezés. Helyét, majd akkor magyarázkodjál. Én mindig csak azt mondom, én csak a csatorna vagyok. Mi, ha valaki ránk haragszik, az ügyük miatt tegye nyugodtan. Egymással beszéljük meg. Cézár Balázs. Ugyanúgy a másik oldalnak is megadjuk a lehetőséget, hogy elmondja, mi csak közvetítők vagyunk, egymással kell, hogy levők. Mi csak kérdezünk. Aki a kérdezőre haragszik, az rossz emberre haragszik. Érdekes beszélgetés volt, igen. Halló, jó reggelt, itt van már is a játékosunk. Halló, sziasztok! Nóra, szia. Hello Nóra, ciao, hello! Nóra, honnan hívtál minket? Hát éppen az autópályáról, Nyírbátor és Nyíregyháza között. Ó, és mit csinálsz? Dolgozni mész? Igen, Nyírbátorban dolgozom. Mivel foglalkozol? Hát egy ilyen vegyipari cégnél, egy multi cégnél, nem szeretném most mondani a nevét, nem lehet, ott a minőségbiztosításon. Nyugodtan megértem, hogy nem akarod, de nem reklám. Meg amúgy is nyilván. Nem fognak ott, nem tudom, több valamit eladni, tehát ez nem számít. Nem számít egy reklámnak. Oké, válasszál akkor, jó? Nóra, mit szeretnél? Híres ember. Híres ember? Szólásmondás, város. Város. Város? Legyen város. A város, jó. Igen. Oké, fél percet lesz, indítjuk. Figyelj, elindult az óra. Madrettor. Rotterdam. Ennyi, kérem szépen. Hát még a betűket sakkoztam össze, te már Madrettor, így ez van. Igen. Nagyon ügyes vagy. Jól megy, belejött, az egész ország belejött a visszafelé beszélésbe, tényleg. Igazából segítettek a kollégák, és itt vannak, többen szoktunk utazni, és ők is segítettek, ők nagyon profik benne. Amíg megy ez a játék, picit nehezítünk, jó? Picit kérünk Dórától újabb feladványokat. De most még te megúsztad. Most te még megúsztad, igen. Megvan az ajándékcsomag, ügyi vagy, gratulálunk. Örülök, köszönöm. Régóta szerettél volna, Nora? Nem, egyből jelentkeztem, és egyből be is kerültem, egyszer jelentkeztem. Hogy gyűlölnek most azok, akik évek óta próbálkoznak. Küldtem, hogy... Szép volt. Küldjük neked, jó? Köszi. Köszönöm, sziasztok, szép napot. Sziasztok! Igen. Bali, nem jó a kazán, látod? Így kezdődik a gázszolgáltató. Beszéltél a Lajcsival, nem is lesz jó. Bali kertjébe Atlantiszt találnák meg, nem valami gagyi kincs. Megtalálják a Colosseum 2-t. Szagyi küldte nekünk. Gyerekek, igen, érdekes dolgok ezek. Na jó, van 7 perc, pontosan 8 óra van, friss közlekedési életek, ügyetek. Vecs és ülő elkerülő reptér felé két gyanús bőrönd, az útszélén rendőrök, katasztrófások már kint vannak. Trafi van az M86-os 84-es kilométer. A hidról mérnek Szombathely határában, ez pedig Zoli írta nekünk. Többen kérdezitek, mit mondott Lajcsi, hát 3-4-10-kor mi megmutatjuk úgyis a Best Of-ban, úgyhogy akkor tudjátok újra meghallgatni, jó? Ákos, illetve szerintem hamarosan olvashatjátok. Hamarosan egy-két, én egész biztos, hogy megjelenik, mert Lajcsi viszonylag konkrét volt. 8 óra lesz pontosan, 6 perc, majd jövünk a hírek után. Klassz FM hallgató! A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello Feri, hello Jani, jó reggelt. Kívánunk minden hallgatónak, itt vagyunk, jön a jó idő vissza. Süt a nap, jó idő lesz, és...
Én úgy szeretem, hogy így aggódik, és figyel rám, és apám helyett apám, és jön, és megnézi minden, oké, belehallgat, és utána megy, teszi a kis dolgát. Zsűl a technikusunk. Színre jössz, vagy a hangjára? Hallja, hogy elindulunk. Csak hangra. Ösztönre. Mi olyanok vagyunk ketten, mint két kis vadászkutya, akik már nem mennek egymásért, hogy vadászni, mint két vadász. Mint a bohóc hal, meg az anemóna. Így van. Picit emlékeztetek is a sima bőrűnek a kutyájára. Az egyikük egy picit lassabb volt. Csak hogy hallgatok is értsék, hogy egyedül ülünk, elindul a megszólás, Zsűl bejön, körbenéz, leül mellé, megnéz egy kicsit, megsimogat, és utána megy. Jóan vahúr, jóan fickó. Szóval aztán elindul. Na, miről kezdtük beszélni? Igen, hogy talán még egy-két helyen be van borulva, és fúj a szél, de elmegy a hideg front, jön a jó idő. És tényleg szép lesz, hétvégére már kánikulát mondanak, jó idő. Már most is gyönyörű. Itt legalábbis Pesten ugye fogalmazunk mindig így, mert azért sok helyen még valószínűleg borult az idő, és esik az eső, de a legtöbb helyen hétvégén már jó idő lesz. Ha tehetitek, mindenképpen feküdjetek ki a napra, de ezt nem javasoljuk már Kukinak. Tehát, hogy azt mindenképpen valaki jelezze neki, ha ez Kuki most a képen jön, és nem fekete pákó, akkor jelezzék neki, hogy sok. Tehát, igen, hogy Kuki, bármit is csinálsz, ennek bőrák a vége. Így van. Elég a D-vitaminból, mert már az orrodon is jön ki. Igen. Fehér csík a nyakon. Nézd meg, hogy kicsit le. Hogy ő ezt miért csinálja? Szerintem ez ala, vagy ilyen, hogy hívják, ilyen barnítókrém. Aha. Az szokott ilyen csúnya lenni. Ilyen anyajágon mór. Csak ezt eddig még nem tudtam. Gyerekek, igen, Kuki éppen az egyik kereskedelmi csatornán ugye a mokkában nyilatkozik, és ráadásul egy fehér zakó van rajta, természetellenesen barna. Picit ráerősít. Ráadásul kicsit olyan barna, ami nem a természetes barnaságot erősíti, hanem mintha kicsit tényleg egy ilyen cipőbokszalő így átkente volna magát, vagy csőcsere volt a szoláriumba, és Kukinak nem szóltak, hogy Kukikám, most engedd el a 12-t, ne dobják két zseton, dobjál egyet, 6 perc is elég lesz, új csöveink vannak, ez most nagyon-nagyon baj, nagyon nagy baj lesz, ha most a két zseton dob. Kuki sminkben a lapozás közben. Kuki mondta, francia vagyok, bírom a napot, bement 12 percre, romáiget, természetellenesen barna, konkrétan fehér a tenyere. Igen. Fehér a tenyere. Tényleg. Elképesztő barna. Azt mit csinál? Hogy a fehér zakó szélét összefogja a box. Sok. Megfogja a zakóját, és ott maradjon a nyoma. Megvakarja a nyakát, és ott marad a kaparásnak a nyoma a fehér zakóját. De nem lehet, hogy Kuki álmos volt reggel, és a felesége a barnító bronzkérmét kente magára egy testápoló helyet, és már a kocsiban vett észre, hogy nagy a baj. Igen, hidratálok. Hidratálok, és felkent egy ilyen 6 réteges bronzkrémet. Természetellenesen barna. Már írtam rá SMS-t, hogy te miért vagy ilyen barna. Kíváncsi vagyok, hogy mit ír. Ilyen barna Kukit még nem láttam. Te miért vagy ilyen barna? Megkérdezem SMS-ben, hogy miért van ilyen színe. Hát látom a nagy duettben is. Tehát ül Tibi, aki szintén nem veti meg a szoláriumot azért. Tehát, hogy úgy bebefekszik azért Tibi néha a szoláriumban. Ott ül a szulák, teljesen normálisan emberi színe van, és mellette ott ül valaki, aki régen Kuki volt. Nem? És teljesen természetellenesen barna. Ráadásul nincs ilyen napfény még Magyarországon. Vagy Kuki tud valami olyan helyet, ahol nagyon sokat sütanak. Nem barnulsz, ez nem napbarnaság. Nem, valószínűleg bejátszott valami durva csoki cső, vagy én nem tudom, mit csinál, de nagyon kemény. Nagyon kemény színe van. Küldhet inkább az SMS Pac-Man-nek, és akkor lesz egy kérdése. Pac-Man száma nincs meg nekem. Pac-Man. Hát milyen jó lenne, ha szereznénk a Demcsákhoz számot. Igen. Vagy a Pac-Manhez, és náluk lenne adásban telefon. Nálam is mindig itt van a telefonom. És rögtön látnak a kérdéseket. És tudnék küldeni a Demcsáknak egy kérdést, kérdezzenek, hogy a Kuki mérjen barna. És jönne a válasz. De nincs nála a telefon, elküldhetem, de nincs nála a telefon, az a baj, hogy nincs adásban, nincs nála a telefon. Megszólalna a Zsuzsa adásban, nem. Hogy nem, hogy izé, rezgek. Tudom, mi kell. Azért most jösszél. Tudom, mi kell nekünk. A vezérlőbe legyen valakinél telefon, ott viszont lehet. Ki a szerkesztője a reggeli műsornak? És meg tudnánk kérdezni úgy egy vendégtől valamit, hogy azt a fülükre mondatjuk, hogy kérdezni. Szóljatok a Zsuzsinak, hogy kérdezze meg a Kukit, miért ilyen barna. Hát, ha nincsen közvetlen számok, akkor a közvetet is jó. Szia, Vivien, átugrani. Hozzá van számod. Hello, dear. Figyelj, szaladj már egyszer mokkába, és szólj már be a vezérnőbe, kérdezzék már meg a Kukit. Tényleg neki a régi száma? Igen. Hát csekkoljuk már le. Dirknek?
Szerintem kapott új telefon. Új céges mobil. Új céges mobil van. Mert ha lenne valaki beépített emberünk a vezérlőben, akkor tudnánk instruálni Zsuzsit, hogy tegye már meg, hogy megkérdezi. Nem azért, mert bele akarunk szólni az ő szerkesztésébe, hogy tegye már meg, hogy megkérdezi, hogy miért ilyen barna a kuki. És megkapnánk rá a választ. Micsoda interakció lenne, micsoda összekapcsolódás. Hát van ott egy-két olyan rendező, aki is ott is dolgozik. Hát vagy Cerki rendező, hát, vagy Cerki, vagy főszerkesztő, vagy bárki, aki bent ül. Én ismertem a régi Mokka főszerkesztőjét, de szerintem már nem ő van. Ott most azért nagy a jövés, hát. Nagy a jövésmenés. Na mindegy. Jó. Mert érde jár szóliba írja valaki. Ja. Várj, megvan a főszerkesztő szám. Az, amire megírom rá. Az SMS, hogy szóljad. Tessék? Hát csörögjünk rá a főszerkesztő. De most nem fog engem fölvenni. Miért ne venne föl? Fél negyed 9 van. Hát csak tudja, hogy ki vagy. Na mégis igen mondott, ez lesz az első gond. De nem fogja most fel, most bent ül a vezérlőbe, adás bonyolítasz. Na várj. Hát ha te most nincs pulton a telefon. Figyelj. De még a kukiben van, tartsátok bent a kukit. Ja. Nem lehet ezt a végtelenségig. Előbb-utóbb ki kell szállni, kell fölni. Mondom, nem, a adás közben tudsz fölvenni. Hát instruálja a Zsuzsáikat. Jó, hát csak el tudnak egy 2 percet önállóan tölteni. Ott azért extra dolgok is megtörtént. Az egy kuki tenyere azért fehér, mert ott kapaszkodott a füstölőbe. Gabi nem vette fel a telefon. Tényleg lehet kuki álló szoláriumba bent egyébként. És belekapaszkodott. Ott van ilyen fogockodó? Van, hát az állóba úgy néz ki. Mi van? Most kérdezik? Megérted? Figyelj, várj, adunk rá hangot. Ezt is megkérdezték. Megkérdezték. Esetleg még csak egy főre a napalat, mert ott a szinte puló nyomja, hogy, és mit tudom én, hogy kicsit szeretek barna lenni, ez nem annyira nagy bűn, azt gondolom. Hogy kérdeztetted meg, Laci? Nem mondod, te kérdeztetted? Megkérdeztetted? Egyszer, hogy megyek szobunk a télvon, egy nyáron, megyek egy kis kertben, füvet nyírok, fucolok a kert, és akkor már kicsit barnulok egyet, és kész. Köszönjük. Jó, én megvettem ezt a választ. Megkérdezték. Óriási. Gyerekek, ennyi. 2016. Nem értem el a főszerkét, de Laci is ismer valakit ugye a TV2-ben, és tudott gyorsan ráüzenni a vezérlőre, hogy kérdezzék meg a műsorvezetők, hogy miért ennyire barna kuki. Várj, közben visszalakítok. De az volt a válasz, hogy egy kicsit fúj a szél, és én barnul. Kuki, kérlek. Tehát hülyék nem vagyunk. Nincs olyan médium, ahova ne tudnánk befúrni magunkat. Ha ajándék kosárról van szó, megnyerjük egy másik reggeli műsorban. Ha a mokkáról van szó, kérdeztetünk a műsorvezetőkkel. Minden. De gyorsak voltak, és milyen jó fejek a Zsuzsáik, hogy megkérdezték. Bármit. Hát egy nagy taps nekik, jó arcok voltak, megkérdezték. Ugye csak tudni kell ilyenkor, hogy nekik van egy fülesük, és azzal kommunikálnak, illetve ez egy egyoldalú kommunikáció, ugye a vezérlő rá tud szólni a Zsuzsára, vagy Pac-Manre, hogy ezt még azt kérdezzétek meg, vagy van még egy percünk, fél percünk, tehát instruálják a műsorvezetőket, akik a füles alapján tudnak tájékozódni. Zárd le, reklám van, megyünk tovább, elég volt, unalmas. Ugye van egy külső fül mindig. És Laci kapcsolatba lépett a külső füllel, aki rászólt Zsuzsáékra, hogy kérdezzék meg, nagyon jó. Volt egy hívásunk a Nóta TV-ben is. Jó, most hívjuk fel Mucsika TV Attilát, és kérjük meg, hogy hagyja abba. Amit ő csinál, az bűncselekmény. Legyen ez a következő. Élőben kapcsoltassuk magunkat a Mucsika TV-re. Ez is lehet egy kísérlet. Hogy hova tudunk befurakodni? Megcsináltuk egyszer azt, hogy élő reggeli rádióműsorból hogy tudsz bekerülni másik reggeli műsorba, rádióba. Most akkor elindíthatjuk majd a hogyan kerüljünk be televíziók reggeli műsorába. Rádió műsoron keresztül. Már sikerült is? Már ott voltunk, nem? Már ben voltunk a Mokkába egy pillanatra. Igen. Kapcsolódjunk össze reggeli tévéműsorokkal. Meg még is meg tudjuk csinálni. Csak tévéműsorok. Megszólal egy például Kövér Lászlónak a mobilja, és akkor elnézést van egy napirendre kívüli kérdésünk, ha a Morning Show. Igen. Mindenhova trollkodjuk egy picit be magunkat. Igen. 4 hetente szoktam trimmelni. Igen. Mi a szépen ápolt bajusz titka? Igen. Kuki ír, családi ház süt a nap, anyám görög, jó a bőröm. Gyere velem barnulni, mert sápat vagy, ezt válaszolt. Közben már megjött az SMS is. Anyám görög, ezt írta. Családi ház süt a nap. Hát egyébként nem lakunk egymástól messze, nálam 2 hete szakad az eső nagy. Na, hát de nála nem. Anyám görög, ez nagyon jó numa. Anyám görög. Jó a bőröm. Igen. Egyébként jó adottság van, persze. Jó a bőröm, ilyen bőr akkor sincsen.
Igen, holnap a Borsban, Bali a TV2-ben tart, már a Mokkában is a kedvére tesznek. Ne, csokoltatjuk őket azért, ez, mert ehhez lazaság kell, hogy így gyorsan reagáljanak a rádió műsorra, és megkérdezzék, amit tudni szeretnék. Anyám görög, a BT-n pörög. Igen. Írta valaki, próbáljátok meg ugyanezt a közmédiában. Az feladat, mondjuk. Ott van élő reggeli műsor? Szerintem ott nem futna be a híváson. Uh-huh. Tehát ott úgy van, hogy látnák, hogy honnan jön, és abban a pillanatban már a központ blokkolná a hívást. Meg kell egy két hét, amíg ugye átfutnak a dolgok, érted? Mindenki látja, látlamozza, lepecsételi, visszaírnak, aláírja, engedélyezteti. Így van. Igen. És végül nem. Meg hát ott minket nem nagyon. Minket ott nem nagyon kedvelnek, így van. Azt nézem, hogy Balázs üzen neked Kuki a végén, hogy te sápat vagy és szolíz. Tehát akkor ők adásban mondták, hogy ezt a Balázsik kérdezik. Aha, nagyon jó arcok. Nagyon jó arcok, igen. Gyorsan egy-két közlekedési hír, csak hogy mi a helyzet az utakon, nézzük meg. Azt nézem, hogy van-e friss. A Szentendrén a 11-es úton kifelé a papírgyár után a benzinkundán lezárták a külső sávot csőtörés miatt. Alakul a dugó, ezt Orsi küldte nekünk. M1-es Pest felé torlódás az 50-es kilométernél. Az okát nem tudom, jött ez is SMS-ben. Mól és Sörét között útfelújítás van enyhe torlódással. A Kerepesi út a belváros felé elesett. Üdv, Perec. Kaptuk SMS-ben ezt is. Köszönjük szépen. Meccs és ülő elkerülő reptér felé két gyanús bőrönd az útszérén. Rendőrök, katasztrófások, nagy a sor, vigyázzon mindenki. Valamint az M86-os 84-es kilométerénél a hídról mérnek Szombathely határában. Ez pedig Zoli küldte nekünk. Köszönjük. Várjátok, még halkítok egy kicsit. Halkítok egy kicsit a tévén. Vagy nem, ja nem az hallatszódott, mert le vagyunk halkítva. Na! Semmi. Föltettük a Lajcsi hanganyagot? Most készül. Jó, mert itt már többen kérdezik, hogy hol lehet visszahallgatni. Fönt lesz a morningshow.hu, meg tudjátok hallgatni. Na, egy szoftvergyártó cég zseniális találmányt talált ki, és szerintem sokan felsóhajtanak, hogy van megoldás arra, hogy az asszony esztelenül költekezik, mert hogy... Nagyon figyelek! Nagyon figyelje! Nagyon figyelje, mert érintett vagy. Veszélyeztetett vagy, és egyedül. Érintett vagy, de nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül, igen. Mindenki tudja, hogy milyen az, amikor az asszony költekezni kezd. Egy szoftvergyártó legújabb találmányával millióknak spórolhat egy háziasszony, ugyanis a forradalmi termék egy karkötő, ami összekötetésben áll használója bankkártyájával, és érzékeli, ha nem megfelelően használják. Túlköltekezés esetén akár elektrosokkal is. Felszólíthatja kisgazdáját, hogy túlköltekeztél. Végre valami igazi hatékony. Beállítod a limiteket, érted a napi költést, és akkor de rögtön sokkal kezd? Tehát, hogy az van, hogy azonnal lebénítja a jobb kezét. Nem, te beállíthatod magadnak, a felhasználó beállíthatja a költési limitet, ha megközelíti a megadott számot, akkor a karkötő rezeg, és üzenetben értesíti a viselőjét, hogy már kezdi elérni azt a számot, amit magának beállított. Vagyis te beállíthatsz egy számot asszonyka bankkártyájával, de fölrakhatod a saját kezedre is ezt a karkötőt, hogy jelezzen neked, ha asszonyka azért egyébként költött. Azért ez mégiscsak jobb, hogyha vele történik meg a pénztárnál, hogy a kis kasztum mégsem lesz, jó! Ülsz egy beszélgetésen, ülsz egy tárgyaláson valahol, és egyszer csak leveted magad a földre, így ránk, és megkérdezik, hogy mi a baj? A feleségem bement egy leárazásra, igen. Azt mondja, hogy ugye ez a karköt ez lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy bankszámláikat, hitelkártyáikat összekössék ezzel az eszközzel. Utána a felhasználó beállít magának egy költési limitet, ha megközelíti a megadott számot, akkor a karkötő rezeg, és üzenetben értesíti a róla viselőjét. Amikor átlépi a határt, a karkötő megrázza az illetőt, 340 voltos elektrosokkos kezelésben részesülhet, aki rosszul bánik a pénzzel. Tehát mi történik? Nem is a te kezedre rakod föl, hanem fölrakod ezt a karkötőt asszonykád kezére. Odaadod neki a bankkártyádat, te kapod az SMS-t, viszont asszonyka pedig meg lesz finoman regulázva, hogy null lépte a költés. És alvás közben kell rá fölrakni, hogy ne tudjon tiltakozni. Ez mi? Majd megtudom. Rájössz, baby. Meg ne tudja reggel egyébként, ne tudja levenni. Igen. Tehát valami olyan karkötőt kell föltenni, hogy ne tudja levenni. És jó lenne, hogyha a feszültséget lehetne fokozatmentesen állítani is. Lehet, először csak rezeg. Igen. Mert van, akit azért az 380 volt nem állít meg. ha valami nagyon durva leértékelést tart. Na, nézzük meg, hogy van ez valójában, kinek az asszonya, kinek a férje költ titokban, hogy intézik a titokban költést, hogyan veszitek, miként veszitek észre azt, hogy megint vett valamit, amire ti rátaláltok, nem meri bevallani, megpróbálja eldugni. Hát szinte mindenki szenvedettől. Uh-huh. Vagy a férj, vagy a feleség, vagy a barátnő, vagy a pasi, az, aki egy kicsit túlköltekezik,
majd elkezdi elrejteni, megmagyarázni, letagadni és kimagyarázni a napi vásárlást. Hát ez egy érdekes párkapcsolati szituáció. A megmagyarázás nagymesteré, szerintem mindig ott úszik el a dolog, hogy megpróbálják megtalálni a megfelelő kulcs szavakat, amikkel át tudják rajtad lökni, át tudják rajtad nyomni a költekezést, mert tényleg meg tudják magyarázni. Nálunk ez a turkáló. Turkálóba megy? Turkálóba vettem. És mert abban a pillanatban, hogy én meghalom a turkálót, már meg is nyugszom. Hát akkor az csak olcsó lehet. Igen. Azt mondja, hogy ez a héten már az ötödik turkáló. Igaz, hogy vadonatúj kaváli ruha van rajta. Valaki csak egyszer megy el egy héten, és listaáron veszi meg, a közt, hogy mondjuk hetente ötször mész el, és turkálóban veszel, egyébként, hogyha összeadod ugyanannyiért, akkor ez nincs különbség. És én ezt elég nehezen tudom megmagyarázni otthon. Ezek után, ha meglátom Zimány Lindát az Andrássy úti Louis Vuitton előtt a földön fekve rángatózni, akkor értem már, valamit. Hogy mi történt. Kedves Feri, vett egy karkötőt. Mit csinál a Linda? Semmi, megráz 380, be akart menni a Pradába, de már jelzett a karkötő, hogy meghaladta a limitet. Már nem csengeti ki a másod diplomát. Gyerekek, legyünk őszinték, azért a csajokra lehetne ilyen karkötőt. És nem is mindig árérték arányban arra mondom, hogy drága dolgokat vesznek, mert megmagyarázzák maguknak, hogy sok kicsit is tudnak venni, ami egyébként nem drága, amit te is mondasz. De abból is összejön azért egy idő után egy tetemesebb összeg. Egyrészt nem a feleslegessége a dolognak, tehát nekem szerintem egy győződésem. Olyan nincs, hogy felesleges, tudod. Hallottam már itt a feleségetel, hogy ez egy felesleges. Na ezt akarom mondani, hogy szerintem felesleges, tehát szerintem tök ugyanolyan fekete felsőből a negyediket megvenni. De ott mindig az van, hogy te tényleg nem látod, hogy ez 5 centivel rövidebb. Meg nem mindegy. Hát nem, és te vagy kicsit leszúrva, igen, hogy egyébként nem értékeled és nem veszed észre. Vagy nem jössz lázba attól. Neked öltözöm. Nekem? Egyébként nem nézel ki a szó. Köszönöm ezt a vallomást. Azért még kapd össze magad. Szeretem a kicsit. Amennyire ismerem Balázs ízlését, azért más felé hajlik. Kicsit szeretem, ha elegánsabb vagy, de egyébként én benne vagyok. Illetve még a mi mondat. De tényleg nem emlékszel, hogy ez már tavaly is megvolt. És tudod, hogy jó. Mert rajta lóg még a... És igen, és ott van egy brutál nagy árcetli, amiből tudod, hogy vette. Vannak fokozatai még ezzel, mondjuk a Balázs nem veszte észre, mert ott ugye két kisfiú van, de nálatok majd előbb-utóbb be fog jönni az is, hogy ugyanakkor, mint a gyereki. Igen, mert nálunk ugye? Most például ez a helyzet, hogyha vesz valamit Móni, akkor azt nem magának veszi, magának is. Hiszen ez a virágnak a mérete, hiszen a virág ezt ugyanúgy fel fogja tudni venni, mint ő. Hát ez mind a kettőnkre jó. Tehát olyan, mintha kettőt vettem volna. Pedig csak egyet vettem. Az, hogy egy gyereken soha nem látom csak rajta, az megint egy másik dolog, érted? Ügyes. Egyébként abszolút így van. És akkor jön a tanástalan női áldogálás ruhászekrény előtt, talán ezt is mindenki ismeri, hogy nincs mit felvennie. Igen. És te egyszerűen nem érted, hogy most vagy megvakult, ugye? Tehát elment a látása. Igen. Vagy komoly baj van az emlékezetével, és már rég indulni kellene, és ő még mindig fehér neműben áll a ruhásszekrény előtt, kicsit ilyen vizslafülűen, lekonyulva, szomorúan néz rá. De azért bízol benne, hogy nincs semmi gondolátása van, mert 600 ezer egy lézeres szemű. Kicsit izgulok, hogy egy kontaktlencsével megúszunk, nem kell komolyabb beavatkozás. Vajon a pasik is csinálják ezt, drága női hallgatóink? Írjátok meg nekünk, hogy a férfiak vásárolnak-e titokban? Mi volt az utolsó, amit észrevettétek? Egy vadonatúj bringa, egy pecabot, az autóba valami. Hogy próbálják a férfiak eltitkolni azt, hogy ő most csak úgy bement és vett valamit. Ugye ez leginkább akkor érintheti a hallgatóinkat, benneteket, amikor közös kassza van, mert ha valaki külön kasszán van, akkor az megoldja, megveszi. De azért ez az apró titokban vásárlás kisebb-nagyobb összegért, ez nagyon sok családban konfliktus forrása. Az ott a kezedben? Hol? Ott? Semmi? A másikban? Megint egy műlégy? Az a baj egyébként, hogy a hapsik, ha költenek, ők többet költenek. Nekem igen. Szent meggyőződésem, tehát a kis hobbiaink azok szerintem drágábbak szoktak lenni, mint a csajoknak a költései. Nem? Mikor ilyen nagy veszekedés van egyébként, miért nem mennek külön kasszára, én azt nem értem. Miért nem oldják meg úgy, ahol a csaj mondjuk sokat vásárol, hogy oké, külön kassa, kész, azt kell csinálni, nem? Külön kasszába kell menni. Az nem jó? De ugyanakkor meg most... Akkor annyit vesz, és abból, és úgy, ahogy ő azt megkeres. Tudja oldani. Igen. Mert 5 évig együtt voltatok kasszailag, vagy 10 évig, most egyszer csak azt mondod, hogy na, akkor mától külön kassza. Nálatok közös a kassza? Persze, abszolút. Az övé. Igen. A közös kassza nálatok mit jelenteni? Enyém a bankkártya. Az én nevemben van a bankkártya, tudod. Nem is igaz, mert nálam csipok, ha levesz belőle. Te kapsz SMS-t? Persze. Tényleg? Persze, igen. Mert úgy van, hogy nekem, hogy van ez ilyen segítség.
segéd, nem segédkártya, ilyen alkártya. Tehát a saját kártyádhoz van egy alkártyád, amit te használhatsz. Igen, mert a fő kártya az övé. Ha persze, és azon van a nagy limit. Tudod, igen, ez jó. Látom, hogy anya merre jár. És jön SMS? Jön. És mindig egy halksuaj. Jól van kicsi. Aha, mondom, hogy jó van, legalább te vagy boldog. Igen. És akkor elkezdesz megint telefonálgat, és azt mondja, igen, Feri vagyok. Mégis jó a vasárnap. Tudok menni műsort vezetni. Muszáj lesz. Vasárnap lett volna egy szabad napom, de akkor elvállalom. Otthon lettem volna, de négy jegyig örülünk, ha öt jegyű már akkor van. Igen. Elvállom, küldjük a kustyába a csőgörényesek országos világnapjára, és el kell mennem, be kell vállalni. Nagyon jó volt a múltkor a csőgörényesek országos. Be kell vállalnom a rohadt életem, mert azt, hogy megint kinézett valamit. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Ti nálatok ez miért konfliktus forrás? Ki az, aki titokban vásárol? Hogy próbáljátok asszonykáitokat letiltatni arról, hogy ne vegyen több dolgot titokban? Mi a kifogás? Mi a magyarázat? Mit mond? Hogy próbálja letagadni? Mi van akkor, amikor új dolgot vesztek észre? Jó, hát ez egy szertágazó téma, de szerintem neuralgikus pontokat érint egy-egy kapcsolatban. A titokban vásárlás, a közös kassa, és az, hogy hogy lehet ezt nőknél, férfiaknál megakadályozni. Illetve tényleg kíváncsiak vagyunk női hallgatóinkra is, hogy a pasik ezt hogy csinálják? Mert szerintem a pasik egyébként büszkélkednek vele, tehát nem? Igen, nem olyan, mint a nők, hogy azt mondják, hogy fél éve megvan, mutatom, és csak soha nem figyelsz rám. Igen. De ez a csizma új, már mutattam, csak nem vetted észre. Érted? Persze, milyen duma. Na, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. Egy régi huligán dal. Feldolgozása, így van. Ezzel indult a huligán szal, amikor nagyon régen, nem? Így van. Első lemez, ugye? Első, az én paradicsom. Első lemez. Nem hal, nem lát, nem beszél. Remélem, hogy a sorrend megfelelő volt. Ez ha nincs, akkor sincs semmi baj. Vagy ha nem, akkor hát azért a huligánsz rajongók szétszedik, vigyázz. Az összes felháborodott hangvételű e-mailt kézzel megválaszolom, aki ezt megírja, hogy nem volt jó. Nem volt jó a sorrend, amit mondtál. Főleg, hogy egyébként ennek az ablomokat címe nincsen fönt a zenekarnak a honlapján. Nem tudom, már nem büszkék rá. Igen. Pedig lehetnének, mert jó nagyon volt, jó kis album. M608-as kilométernél van egy trafidarúsati küldte nekünk, Soroksárin befelé hármas fajtalankodás, a belső sávban Andy üzente, M86-os 84-es kilométerénél mérnek a hídról, úgyhogy ott is vigyázzatok. Na, mi pedig arról beszélgettünk, hogy kifejlesztettek egy karkötőt, ami elektrosokkol, ha túl sokat költesz, és azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy ők kire raknák, magukra inkább, vagy párjukra, mert hogy hát egy kapcsolatban akár hát neuralgikus pont is lehet, ugye, ha valamelyikőjük sokat vásárol. Vagy a férfi és ezt próbálja eltitkolni, vagy a nő és elbüszkélkedik, vagy pedig csak apró kicsi csomagok érkeznek, ugye, amit az illető az eBay-en rendel, de mindig a férje van ott, amikor ezt át kell venni, és mire jön a párja, addigra kicsi csomagok díszítik az asztalt, amivel egyszer nem lenne baj, de hát ha sokszor jönnek a csomagok, akkor az már azért okozhat problémát. Nagyon sok hallgatónk írja, hogy igen, megérdemelni az asszonyka, vagy megérdemelni az ura azt a bizonyos karkötőt, mert hogy túl sokat költ. Ugye a karkötő lényege, hogy beállítasz egy limitet, ha meghaladod, akkor viszont megrázza a viselőjét, 340 voltos kis elektrosokkot ad. Ami nem annyira erős, de mégis érezheti. Jó, ez még csak kísérleti stádium. Ez még csak kísérleti stádium. Ez egy 0-es verzió, lehet, hogy lesznek belőle durvábbak. Meg hát mindenkinek másféle fokozat kell, ugye említettük Zimány Lindet például. A másik küszöbb, tudod. Igen. Ott azért magas lenne az áramszámla. Ott konkrétan az égből jön egy villámcsapá. Igen, ott ipari áramot kell bevezetni. A Lindánál az ő vásárlása. Nem egy vezetéket húz maga után. Igen. Igen, egy 380-as vezeték. Engem a karkötő férfi verziója érdekelne, az én uram ugyanis eBay függő. Én e-mailt kapok minden vásárlásról hasonló. Mióta kismama vagyok, napi vendég a futár a postás, beszippantott a netes vásárlás. Férjem azt mondja, lemondja inkább a netet, nem győzöm dugdosni a dobozokat. Az új cuccokat fokozatosan veszem használatba, és tudományosan alátámasztom, miért van erre szüksége a babának. A századik ruhánál ez babának. Nem egyszerű. A babának, igen. A feleségem butikban dolgozik, minden hónapban 3-4 ruhát vesz magának, mondván nincs egy rongya sem, a sok semmi már nem fér el a szekrényben, ha rákérdezek a választ, hogy nem értek hozzá, ezt tudja válaszolni, hiszen ő dolgozik a butikban, és jól is kell kinéznie. A vőlegényem sunyiban motor alkatrészeket vesz, a vásárlás ott rontja el, hogy utána mutogatja nekem, miket szerelt fel épp a motorjára. Kompenzálom a dolgot azzal, hogy néha titokban lottózom. Hát a visszajön. Igen, néha titokban lottózom. Ellenköltés. Igen. Atya úristen,
Igen. A férjem tévét, traktort, autót vesz úgy, hogy nekem mindig csak a rácsodálkozás marad. Persze azért, mert soha nem figyelek rá. Azért az új traktor, azért traktor. Az érdekes. Nem? Mi ez a kertben? Hol? A traktor mögött? Nem, a traktor. A traktor. Mi az a traktor ott? Régóta itt áll. Csak egy régi darab. Á, mindegy, ezt már láttad. Van egy hallgatónk is. Haló, jó reggel. Ciao. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Melinda vagyok. Melinda, akkor te is felraknád ezt a karkötőt az uradra? Ó, persze, természetesen. Bele is vezetnél egy kis áramot, ugye? Igen, igen. Mit csinál? Hát igazából a munkatársával kis autókat gyűjtenek. Ne, hány éves az urad? 24, de igazából teljesen mindegy, mert a munkatársa ő 40 fölötti, úgyhogy akkor az nem számít. Ez kis autókat vesz, matchboxokat? Igen, igen, igen. 24 évesen? Igen. Uh-huh. Elköltözött már otthonról? Igen. Együtt laktok? Az jó, terápiás ellenek, az lehet, hogy segítene, hogy kirobbantanád mamáiktól. És hozza haza a matchboxokat? Igen, és nem mutatja meg nekem, szépen a táskájába benne hagyja, vagy amikor én elmegyek, ugye lezuhanyzom, akkor szépen van nekünk egy szekrényünk, ilyen vitrines üveg szekrényünk, szépen lassan kipakolja mindent a helyére, precízen. Na hát én kijövök ugye a zuhanyzóból, és megnézem, mondom, kincsem, szerintem ez egyre több, és gyanúsan egyre több. Nem, kicsim, nem, hát az már csak nagyon régi. Csak átrendeztem. Igen, jön a szöveg. Nézem, megnézem közelebb, a kicsim, ez mostani limitált kiadás, és most lehet venni még két hétig. Mennyibe kell egy ilyen? Mennyit költ el egy matchboxra? Csak hogy értjük, hogy azért ezek nem is mindig olcsó. Hát nem olcsó, úgy darabja, úgy 500-tól van még 1000 forintig is. De hát, hogy amikor az embernek van 70 vagy 100 darabja, vagy ilyen munkatársának van 200-300 darab, azért az mennyiség. És volt már olyan, bocsánat, hogy rajta kaptad, hogy kiléptél a fürdőszobába, rányítottál, és két matchboxot rumbogod? Igen. Igen volt. Ne csináld, tényleg? Nem szégyen. Igen, igen. Mesélj, volt a részletesen. Abszolút nem baj. Hogy is volt ez? Tényleg? Az volt konkrétan, hogy névnapja volt, és én vettem neki egy pályát hozzá. És ugye én elmentem lezuhanyoztam, persze ő mindig akkor van a szobában egyedül. Elég sokat zuhanyzol, mert hogy állandóan kijöttem a zuhanyzóból, elmentem lezuhanyozni. Hányszor fürdesz egy nap? Ez mindig más napokon van. Ja? Aha. Igen, hát ő minden nap megcsodálja szépen az kiállítás neki, úgyhogy igen, elmentem zuhanyozni, szépen összerakta a pályát, és hú, ez nagyon jól megy, ez nem ment végig, ez nagyon jó. Na most már, hogyha beszéltünk a barátodról, akkor hány köbméter vizet zuhanyzol kell egy na, ahhoz meg nekem kéne egy kalperet, úgyhogy. De tényleg, tehát hogy minden mondatod úgy kezdődik, hogy elmentem zuhanyozni, vagy kijöttem a zuhanyzóból. Tehát... Igen, mert ugye akkor nem látom, akkor van egy kicsit így egyedül, és akkor tud egy kicsit ő is, a kis autó is egyáltalán lenni. Úgyhogy... De szeretem, neki mi a foglalkozás egyébként? Dunakeszin dolgozik egy árnyékolás technikai cégnél. Azt hittem matchboxokat tesztel főállásban. Matchbox gyárban dolgozik. De ez jó, ha hogy fogja imádni majd, ha gyereke lesz, hogy együtt tud vele matchboxozni? Vagy... Igen, igen. Ha nem lesz irigy. Ha nem lesz irigy a gyerek matchboxaira. Onnantól kezdve már van indok, hogy miért veszed a gyereknek kell. A gyereknek. Igen. Főleg, ha lány lesz. A kislány hogy fogja unni majd, hogy matchboxozni kell állandóan lapán. Mondtad, hogy ilyen 500-1000 forinti 70-80-100 darab van neki körülbelül, vagy még annál is több? Igen? Igen, annyi, igen. Azt a mindenit. Na azért az komoly. Sok kicsi sokra megy, úgyhogy én is meg fogom venni magamnak azt a nadrágot, amit kinéztem. Hát hogyne? Hogyne? Én szeretem az ellenvásárlást mindig, amikor a pár beállít valamivel, a másik a fél pedig ugye ellenvásárol. Igen, ez nálunk így szokott menni. Kis duzzogás után, igen. Igen, mind a kettőnek kéne egy karkötő. Na, hát sok mindenkire lehetne tenni karkötőt, igen. Attila írja, Matolcsina karkötőt. Ott is azért történt egy-két bevásárlás. Igen. Ott is megszólalna, ott is rezegne azért az a karkötő. Én nem is akarom tudni. Azt jobban nem tudjuk, igen. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszönöm, sziasztok. Hello, Melinda Puszi. Azért az milyen 24 évesen az uradatom. De jól megy a kis piros. Dologatja a kis matchboxot, azért az kemény, igen. Azt mondja, hogy azzal szoktam tompítani, hogyha vettem egy 30 ezeres horgászbotot, hogy úgy adom elő, hogy 60 ezerről volt leállízva, tehát spóroltam a háztartásnak egyébként 30 ezeret ladó küldte nekünk. Az én férjem is szokott vásárolgatni heti rendszerességgel, lebukása, hogy folyton jön a GLS kocsi, és én veszem át az árukat. Nekem volt olyan munkatársam, aki az irodában a munkahelyünkre kérte a rendelt csomagokat, hogy otthon nehogy lebukjon. A tavalyi év mérlege a rendelt összeg 2,5 millió forint volt. Jézus, egy év alatt ennyiért rendelt. Az már függőség. Az kemény.
Igen, készülődés, öltözés közben mondom a drágámnak, milyen csinos és milyen szép az új ruhája. Azt mondja, hogy köszönöm, de ez még a tavalyi. Erre én tavaly is 2016 volt. Jó, de szép, igen. Jó vagy. Igen. Én egy pannoniát vettem és restauráltam sútyiba, a fél misi lett a vége, Pisti küldte nekünk. Bármit megvehetek, a férjem még soha nem tette szóvá, hogy ne költsek, én mégis titokban költök sokat a saját lelkiismeretem miatt. Tehát, hogy magad amikor... elől is bujkálsz? Na az, igen. Szép. Igen. Barátom terepjárója nálunk áll, hogy az asszony ne tudjon róla. Az mennyire durva. Az mennyire durva. Vettem egy apróságot. Parkoltatod a Cayennedet, mert nem mersz hazamenni, mert az asszony letépi a fejedet. És mindjárt átugrasz hozzá, és akkor mész vele egy kört, aztán leteszed, igen, és mész haza. Szerencsés, ha egy utcában laktok ott, leparkolsz, és utána szépen hazasétálsz. Igen, a feleséged meg azt hiszi, hogy BKV-jel várjálsz, igen. Mi külön kasszán vagyunk, kb. 10 évig, utána közös kasszára kerültünk, mert az asszonyka turizni járt. Ha észreveszem, természetesen azt mondja, hogy ó, azt már 2 éve turista. A férjem elment motorozni a 650 köbcentis Kawasaki motorjával, és hazajött egy Suzuki Intruderrel, ami... De jó! 1800 köbcentis, 3 millió a kettő közötti különbség. Azóta soha nincs vita, ha én is shoppingolok. Figyelj, elindulunk, kis túra lesz. Egy ejtőernyő érkezett titokban. Egyszer csak. Azért az is szép, mikor meghozza a futár, nem? Nekem a férjem volt, hogy azt csinálta, hogy a munkahelyre vitte be a vásárolt ruhákat, és ott vette át, aztán úgy szivárogtatta szépen haza, hogy ne vegyem észre. Az asszonykám minden héten vesz 4 új gyertyatartót, kb. 15 gyertyát, heti 3-szor frissít virágot, heti 5 szagosítő, heti 1 cipő, minden évben meg tavasszal új karácsonyfa dísz. Szerintetek megrázná a kártya? Nem. Azért az egy istencsapás lehet az asszonyka, aki márciusban megérkezik a karácsonyfa díszekkel, nem? És idén fehér fánk lesz kicsit, tudod, március van. És ő már arról álmodozik, hogy mit fog elkölteni karácsonykor. Jó, hát ez az úgynevezett Havasi Balázs szindróma. Ez is igaz egyébként, igen. Rohadjál meg, amíg nincs havasi jegyet februárban. Megy a nyomasztás, keményen megy a nyomasztás, igen. Azt mondja, hogy pecacuccal simán nyomom, ez már régen megvolt, csak eddig nem használtam. Visszafelé is megy ruhával egyébként, Kámi küldte nekünk. Múlt hétvégén láttam jelenét egy outletben, volt a kuponjaim, nagyon gondolkoztam, hogy odaadjam el neki, mert mi már nem használtuk fül. Üdvem. Nagyon jól tetted, hogy nem jöttél oda. Miért? Igazán jó felség lett volna oda menni, és azt mondja, Jani, te tudjuk, hogy kupon van, mi megharagudnál? Hát nem, de egyébként ott szerintem pont nem működnek ezek a kuponok, ahol voltam. Ja, hogy csak ezért jó, hogy nem jött oda, mert nem működnek a kuponok. Ha egy olyan helyen vagy, akkor jó. Ott vannak külön napok arra, és csak azokon a napokon fordulok elő ott. akkor viszont egész napot vagy. Na jól van, köszönjük az SMS-eket, hát tudtuk, hogy ezt szeretni fogjuk, ezt a témát. Mutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrása. Jó, ha játszanátok velünk a következő órában, figyeljetek. Jézus Mária, megmutatjuk még egyszer. Jó. Zsűl, szóljunk a Viktornak, hogy picit könnyíthetünk, jó? Igen. Szigorúra vettük, túl szigorúak voltunk, most egy picit menjünk át könnyűbe, jó? Meg újba. A megfejtések számából látom, hogy mindig kettőn, abból az egyik az anyám. Ő nagyon szeretne ajándékcsomagot, és mindig megsugom neki, hogy John Newman YouTube, küld el minden nap, ezt egyszer úgyis benne lesz. Jó, egy picit könnyítsünk, tényleg, szigorúak lettünk, nem? Az elmúlt hetekben. Hát figyelj, olyan értékes ajándék, nagy küzdelem. Ennyi. Nem? Óra azért valamit, komoly. Valamiért. Igen. A másik, hogy pénteken tehetségkutatót tartunk, mert a gyereknap van, hétvégén nem elfelejteni. És van egy e-mail címünk, ez a minisztár, nem miniszter, még ha úgy is halljátok, tényleg ne kapjanak a Lázárék túl sok e-mailt, minisztár@klasszfm.hu. Ide kell jelentkezni, ha szeretnétek, hogy a gyermeketek pénteken egyrészt egy picit híres legyen, 2. megdicsérjük, hogy milyen ügyes, 3. nyerje nektek egy vadonatúj, nagyon-nagyon szép hűtőszekrény, gyönyörű a hűtő egyébként tényleg, ráadásul tele lesz több 1000 adag jégkrémmel. Ezt 1000 adag. Jó, ez. Hát kicsit. Mostanában meg most kiszámolja ki, érted, hogy a félbe töröd, az már 2000. Is meg mondják számolni. Az belefér, hogy dübörög a gazdaság, én meg nem mondhatok 2000-et. Érted? Hát most végül is. Igen. Kicsit nem lehet túlozni? Hát most mi van veled? Komolyan mondom. Jó, akkor 1000 adag jégkrém. Na. Most miért mondtad, a görögöket lenyomtuk? Szóval, akkor az a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok jégkrémet nyerhettek a gyereknek. Mármint a gyerek nyerhet az óvodának, iskolának. Nektek nyer egy új hűtőt. Nem mondanátok el? Melózzatok már kicsit. Jó vagy, is. Én már ezt most elmondtam reggel. Hallgatlak benneteket érdeklődő tekintettel. Reggel ugyanez történt, akkor én elmondtam. Na, akkor hajrá. Tehetségkutató, tehetséggondozó kis játékunk lesz, amely során megnyerhetek egy vadonatúj hűtőszekrényt édesanyátoknak, illetve 1000
adag jégkrémet az osztálytársatoknak. Még egy tapsolt, ez az. Mi lehet velük? Ez mit kell tennetek, Ferenc? Kérem szépen egy e-mailt írni nekünk. Nem nekünk, hanem ugye a Klassz FM-nek. Úgy általánosságban, így van. Miniszter kukac. Vagy egyébként nagyon sokan küldik a Morning Show kukac klasszfm.hu-ra is. A miniszterre küld, minisztára küld. Minisztára küldjetek. A minisztára küldjetek mindenképpen, jó? Így van. Nevezzétek be a gyereket. Fontos, hogy telefonszámot adjatok, hogy vissza tudjuk hívni, és pénteken 7-től 8-ig az első órában gyermek tehetségkutató, a gyereknapra való tekintettel szeretnénk boldog tehetséges gyerekeket hallani. Szabadjon, verset mondhat, gitározhat, dobolhat, mindent csinálhat, amit láttunk már, vagy hallottunk már, vagy bármi lehet. Viccet mondhat. Fontos, hogy jelentkezetek, írjatok tényleg a nakiakirálykukac@kisvasut.hu-ra. Mr. McMogyoró ez. Már ráncolja a szemüldökét. Mr. McNutt erre nem volt felkészülve, amikor megvásárolt a rádiót. Ezt ő nem tudta, hogy bennünket is átvesz. 5 perc van pontosan, 9 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk egy Calvin Harris és Rihanna dal után. Meghallgattuk. Ezt is. Így van. Ez is megvan, ezt is betaraztuk, ezt is kipipáltuk. Lassú haladás, a torlódás miatt a Szőnyi úti részen lépésben cammogós, dupla adag türelemmel vidáman túlélhető. Ez az M3-os bevezetőim van. Heti Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Heti Peti. Mi alapján dőlnek el a becenevek, nem? Vagy kit hogy hívnak? Azt mondja, hogy kérlek, kérdezzétek már meg az M5-ös részét, a közútkezelőt, hogy normális dolog-e az, hogy szerda reggel 9-kor Albert és Henár 3 km-re Pest felé, pedig Inárcs alatt szintén araszolunk. Minden nap, minden hónapban. Ez a pálya soha nem lesz kész előre, és köszi Norbi. Utána járunk, jó? Teljes az útzár az M0-áson Vecsés felé, a Maglódi letéri után valami nagyon ég. Ez a valami egyébként egy kamion, az M0-áson Szeged-Szolnok irányába az Ecseri kihajtó előtt, és emiatt van most ott dugó. Kigyulladt egy kamion. M3-ason trafi van Pest felé a 88-as kilométernél. Óriási idő a dugó az M0-áson, kérlek, mondjátok be, hogy mi történt, mikor engedik a forgalmat, lassan egy órája egy helyben vagyok. Hát ez teljes útzár van egyébként az M0-áson. Tehát ha ott álltok, akkor most készüljetek fel arra, hogy még egy ideig nem engedik a forgalmat, a Maglódi letérő után teljes útzár van az M0-áson Vecsés felé. Nem tudtok tovább menni, ég a kamion, lezárták. Tűzoltók dolgoznak, úgyhogy legalább már elkezdődött az oltás. Ez a helyzet. Jó, ha van valami új, akkor azonnal mondani fogjuk. M3-as Budapest felé a 92-es kilométernél most állítják Pest felé a szupertrafit. Gyöngy Halász üzente nekünk, mindenki vigyázzon. És hát a Maglódi történetét nagyon sokan elküldtétek. A 83-as úton befelé a temetőnél mérnek, a körforgalomnál pedig lehet fizetni. Ez Győrben van a 83-as úton, úgyhogy vigyázzon ott is. Vigyázzon ott is mindenki. Na, még egyszer gyorsan csak a gyerek tehetségkutatót mondjuk el. Jó, bár mondtunk, most de azért ugye mindenki, most már mindenki érti. Így van, összeszedtük a gondolatainkat, el tudjuk jól mondani, hogy pénteken mi is készülünk egy picit a gyereknapra, hiszen május utolsó vasárnapja a gyermeknap, ezért szeretnénk boldoggá tenni egy gyermeket, méghozzá úgy, hogy adunk neki 1000 adag jégkrémet. Ezt ő beviszi az óvodába, vagy egyből odaszállítatjuk, letetetjük az iskolába, akiket szeretne vendégül látni, vagy rendez magánál egy partit, és mindenkit megetett jégkrémet. Igen. A szülők megtartják a hűtőszekrényt, és közben pedig belögdösik gyermeküket adásba, ha nem akar jönni, akkor kicsit nagyobbat löknek rajta, ha akar jönni, akkor nem kell rajta lökni, és a gyerek megmutathatja, hogy miben tehetséges, de ezt nem kell túlságosan komolyan venni, olyan legyen, amilyenek mi vagyunk. Lehet, hogy jól mond verset, viccesen szaval, viccesen van csendben, egy percig is ő a legnagyobb hallgató, betelefonálhatok bármilyen abszurd produkcióval, tehát nem kell tényleg itt új Steve Lukather-eket keresnünk, és a gyereknek brutális gitárszólót nyomni, de ha akar, arra is kíváncsiak vagyunk. Persze. Jó? De ha a gyerek ügyesen zsonglőrködik, apuka pedig ezt leközvetíti, akkor nekünk az is jó. Úristen, hogy dobálja? Hogy dobálja? Már 4 labda. 6 labda, buzogány, lábbal dobja. Elhisszük azt is. Már kézen áll, már lábbal csinálja, már láb nélkül, már kéz nélkül. Tehát ha úgy érzitek, hogy a gyermek tehetséges valamiben, és a gyermek ezt meg is mutatná nekünk, akkor írjatok e-mailt. Minisztár, ugye ez az e-mail címünk, minisztár@klasszfm.hu. De az is lehet, hogyha nem írtok e-mailt, nem baj, pénteken bejelentkeztek SMS-ben, hogy hívjunk benneteket, mert a gyerek ebben is ebben ügyes. Visszahívunk benneteket, a gyermeket adásban tesszük, és utána mi zsűrizünk.
Ennyi. És mi döntünk, ugye? Most nem mi döntünk, most nem a hallgató, és eldöntjük, hogy ki érdemli meg az 1000 adag gékrémet, ha már gyereknap közeledik tényleg, és ki érdemli meg a hűtőszekrényt. Uh-huh. És a hűtőse kicsi, csak mondjuk. És egyébként nem feltétel, hogy odaadjátok bárkinek is a jégkrémeket, ti is megehetitek, csak akkor módjával. Jó, minden étkezés után egyet, előtte mosatok kezet, a budit csináljátok, és egy év alatt le is tudjátok mind az 1000 darabot. Ha naponta 3-szor esztek, akkor megvagytok. Akkor nagyjából megvagytok, igen. De sokáig eláll a jégkrém egyébként. Sokáig, bármeddig. Jaj, Isten. Ne is mondd nekem, ez a halálom egyébként most. Most beindul a jégkrém. Az, hogy a kiolvat jégkrémeket benne hagyják ezekben a nyomorult hűtőlátákban, a hipermarketekben, és erre gyakran rá lehet futni. Ugye tényleg az van, amit mondasz, hogy évekig elállnak, adott esetben, mit tudom, 2-3 évig is, és hát 2-3 évig tárolják is ezeket. Csak éppen ezeknek a nagy része már kiolvat, de az természetesen nem látszik ám kívülről, csak amikor szépen hazaviszed, kibontod, és látod, hogy az egész tele van jégkristályokkal, és hogy be van bőrösöd a teteje. Az azt jelenti, hogy már egyszer kiolvat. Érdemes mindenképpen az oldalánál megnézni, és hogyha azt látod, hogy egy jégkrém fölött ilyen kis jégkristályok vannak, azt tudja, hogy már egyszer kiolvadt. De mi van, csak simán jégkristályos? Nem lehet jégkristályos. Nincs jégkristályos jégkrém? Nincs jégkristály. A tetején nincsen, nem lehet jégkristály. Uh-huh. Mert az már a kicsapodott víznek, a kicsapodott folyadéknak a jele. Ha van vanília, vagy valami, akkor ott simán szalmonellát is összeszedsz, hogy bármit, kiolvad a jégkrém. Nem, azért, mert levegő nem jut bele. Tehát, hogy ez szépen le van fóliázva, tehát szalmonella az nem lehet benne, de kiolvad, és annak az állag az már nem ugyanaz. Tehát, hogy ilyen bőrös, nyúlós, szörnyű. Hogy vesz, mindig megkóstolod, mindig fölbontod és megnézed, vagy hogy veszed? Elméletileg a műanyagot le tudod venni, és akkor még mindig van ugye a záró fólia. És nem csak elméletileg, Feri. Ugye, hogy jól éreztem. Szerintem te kicsit meg is kóstolod őket, tehát nagyjából. Látunk egy kis ember, kicsit megkapargatja a jégkrémet, beleszel a gesztenyepürébe, kinyomod a tejszíhabot. Figyelj, látszólag annak a jégkrémnek semmi baja nincsen, mert a lejárati dátum az még, az szerint még legalábbis friss, de valójában nem friss az a jégkrém. Nem, és nem, és nem. Jó, ha lehúzd föl magad, nincs ebben. És nem fogok 1000 forintot kifizetni. De veszünk. Ő szeret. Csinálj otthon jégkrémet, tök egyszerű jégkrémet csinálni egyébként. Hiszen te minden csinálsz nap nekem holnapra. Csinálok neked holnapra rigizis jégkrémet. Csoki piszkáciát csináljam. Csinálok, olyan jégkrémet csinálok, neked megőrülsz egyébként. A legnagyobb jégkrémkészítő vagyok. Na, új hír az M0-ásról. Egy sávon engedik a forgalmat. Mindjárt körbeér. Egyrészt kettő, hogy egy sávon engedik a forgalmat. Úgyhogy tudtok menni. Jó, hogy sok kétségbe esett SMS-t kaptunk, hogy mi a helyzet. Elindult a nullás, kitartás mindenkinek. Eloltották a kamiont, egy sávon lehet menni. Segítséget szeretnék kérni, és ugyanakkor figyelmeztetni is, mert a lányom a Városliget mellé jár általános iskolába, ez önmagában nem baj, sőt, nagyon jó hír, és hogy kiviszik őket testnevelés órára, de képzétek el, hogy a következő a helyzet, múltkor kint voltak, tesi órán, vagy délutáni ilyen foglalkozáson a Városligetbe, és két kis csaj elment pisilni a mokorba, mert hát messze. Hát milyen világ ez? Mi az, hogy milyen világ ez? Hát pisilniük kellett, és akkor mondták, hogy elszaladtok. Mi az, hogy milyen világ? Miért, de hova pisil? Hát most... Milyen szülők? Ez milyen iskola? Nem szülők, komolyan. Ez nagyon jó na, iskola, tehát nincs ez semmi. Jó, hogy nem gitteltek oda. Azt nem tudom, hogy volt egy ilyen része is a dolognak. Képzeljétek el, szatír van a Városligetben. Nem, hiszem, és ugye elsős általános iskolás kislányok elmentek egy páran, és egyszer csak kiugrott a beteg, én csak így fogalmazok, kiugrott szét a ruháját, és ottan elkezdett foglalkozni saját magával. Már. De, esküszöm. És ugye a gyerekek így hirtelen nem is értették, hogy mi van, aztán visszaszaladtak a tanítónénihez, aki azon a hívta a rendőrséget, de hát addigra már eltűnt emberünk, és aztán ilyen nagyon komoly megelőzési beszélgetések vannak most az iskolában, hogy mit kell csinálni. Hát igen, én pont ezt akarom mondani, nem tudom eldönteni, hogy ő most beteg, orvosi kezelés. De nem, ez nem érdekes. Ez nem, ebből a szempontból nem. Azért, mert szerintem az elsődleges szempont az, hogy milyen lelki sérüléseket okoz a gyerekekben. Engem ez érdekel a dologból, és már apaként is. Nyilván, én is a lányosabbként pláne. Hát érted, most az ő betegsége. Hát bocsánat. Honnan tudja, hogy melyik bokorba kell elbújni, hogy pont oda hát, menjen? Hát valószínűleg Balázs egy picit racionális. Nézzük racionális szempontból. Honnan tudta, hogy pont oda kell bújni, hogy pont
pont oda mennek a gyerekek. Hogy néz ki ez a dolog logisztikai? Nyilván meg, hogy találja ezt ki? Reggel fölk, és azt mondja, az a bokor lesz, ma oda bújok? Nem. Hát nyilván ott ő már ott koslatott a környéken, figyelte a gyerekeket, meg már foglalatoskodott azzal, amivel ezek szoktak foglalatoskodni, és talán csak meg ilyen szerencsé... Meg járnak. Hát most tényleg ne jó 7 éves gyerekeket hibáztatsz azért. Hagyjál már, Jani. Nem. Az meg vagy, mikor van abszolút hideg? Amikor a szatír csak elmeséli, hogy mi van a kabáccsal? Jaj, igen. Ilyen komoly témát. Persze. Széthúznám, de rohadtul fászom két értekel magatok elé. Kicsit hadd nézzem még. Ő azt élvezi, hogy megijednek tőle? Hát igen, itt, én nem tudom ennek a betegségnek a pontos korképét, nyilván itt a magamutogatás azonkoz egyfajta, nem tudom, kielégülést, hogy ő megmutatja, és akkor attól ott visszajönnek. Igen. Térfigyelőrendszer? Soha nem volt ilyen hajlamom, tehát nem értem ezt teljesen. Hogy mi a jó benne? Széthúzom a ballonkabátomat, és akkor utána elmenekülnek. És mi történt a gyerekekkel? Ők elmesélték ezt, hogy, persze, hogy volt egy bácsi a bokorban? Igen, akkor oda mentek a tanítónénihez, a délutános tanítónénihez, és akkor mondták, hogy ez történt, aki nagyon helyesen azonban hívta a rendőrséget, ki is jöttek, de már nem sikerült elkapni egy óra embert. Után? Nem, gyorsak voltak. Igen? Ja, gyorsan, nagyon gyorsan jöttek, nem sikerült elkapni az embert, és akkor most hát nyilván elkezdtek beszélgetni, meg a szülőket is kérik, hogy beszélgessenek erről a dologról, mert mi van, ha azért a gyerekekben mégiscsak marad valami tüske, meg mi van a következő esetnél? Hogyne, hát azért ők kicsik még, persze. Hát azért valaki nagyobban ér egy ilyen szatírtámadás, az is megrázó, de hát a gyerekek aztán ezt pláne nem tudják hova tenni. Mit mondasz a lánygyerekednek, aki 7-8 éves, hogy menj oda és rúg tököt? Ott volt Fanyesz? Nem. Hát akkor már nincs, akkor már vége a csávónak. Akkor már átharapták volna a torkát a csávónak, már mindenét leharapták volna. Csontját lerágta volna Fanyesz egy pillanatot. Kuki? Bedobta volna a Vajdahunyad várába a csávót azonnal. A csónakázatóba beleállt volna a gyerek. 7-8 éves kislány, ne menjen oda. Menjen oda, azt jól, abszolút jól csináltak, amit csináltak, oda lehet kell menni, tanárnénihez oda menni, rögtön jelezni neki a tanárnénének, meg rögtön fel kell hívni a rendőrséget. Hát igen, csak igen, most pedig kérdés arra vonatkozott, hogy mit mondasz utána a gyereknek. Nem is agyonver. Ne. Mit mondasz utána? Igen. Mit mondasz? Kell. Mi történt? Mi volt az egész? Beteg a bácsi. Nem kell vele foglalkozni, kicsim? Vagy mi? Hogy vannak elmagyarázat, hogy igen, van egy ilyen betegség, akkor mondjuk ezt így, egy betegség. Ez a legjobb, amit tehetsz, hogy azonnal hív felnőtt. Beteg a bácsi, meg kell gyógyítani, mondom, a szorófejet soha nem magad felé tartsod, hanem a nyíl irányába, jó? És akkor igen, nyilván mielőtt holnap egy bulvár újság megírná, hogy mi ezzel röhögünk, persze oldjuk ezt a dolgot, de hát maga a jelenség az komoly, és erről kell beszélni, csak nem tudom a megoldó képletet. Tehát, hogy mi a fenét tudsz csinálni, hogy egyszer csak valaki, ugye itt mindig a váratlan az, ami baromi nehéz, hogy nem tudsz rá felkészülni, váratlanul ugrik ki a bokorból. Az a kérdés, ugye ráadásul úgy csinálják, hogy sosincs ott szülő, tehát ügyesen csinálják, idézőjelesen lehet ilyet mondani, mert hogy valahogy ők azt jól kiszámolják, hogy mindig akkor lépnek oda, amikor egyedül megy egy nő, amikor sötét van, tehát valószínű, hogy ezt kifigyelik. De hát ez soha nem hallod azért, gyerek, hogy a pali ott van, és elkapta mondjuk, és össze-vissza verte. Illetve az is kérdés, hogy tekintélyen lehetsz-e ilyenkor, vagy tekintete lehetsz-e arra, hogy ő beteg, vagy nem ha ott csinálja a gyereked előtt, és szétkapja a kabályt, akkor is iszonyatosan árba vered. Nem diagnosztizálnod kell, hanem le kell fotózni, adott esetben lefogni, akár. Lefotózni, ez kicsit irálisnak tűnik nekem, hogy azt mondta, hogy várjon uram, ha tarts így a kabátját, rögtön csinálok körül egy fotót, azért az, mire előveszed, fotóüzemmódba rakod, az nem teljesen. Nem kell fotóüzemmódba rakni. Hát meg kell nyomni a gombot, exponálni kell, meg be kell rakni, azért kell komponálnod egy képet, egy szatírtámadásnál kevésbé tudom ezt elképzelni. Mész a ligetbe a gyerek, nekem egy gombot kell megnyomnom, új lenyomatot kell tennem, fotóra kell mennem, kamerát kell nyomnom, és így kell megnyomnom. Tehát ezt én nem tartom életszerűnek. Ezért mondtam, hogy vegyél magadnak pár. Jó, oké. Tehát szerintem a fotóz lekevésbé életszerű. De most komolyan mondom, tehát, hogy igen, most eleve a telefon nincs a kezedbe, Jani. Na, mi? Aha, igen, persze. Aha, most Városligetben a gyerekkel. Jaj, maradjál, a basszus, láttad szemből, most nem kettő. Kell tolni. Jó, egyébként a fölhúzod az iPhone-on, és ott van egyből, de nem sétálsz egyrészt telefonnal a kezedbe a gyerekkel. Azt tudtad, hogy az iPhone az olyan, hogy föl se kell oldanod. Jó, már bánom, hogy behoztam. Nem, szerintem fotócsánról az irány. Ha teheted, akkor így. Igen, de hát az nagy többségben valahogy sosincs szatírtámadásokra fotó. Pont ugyanannyi, mint elővenni a gázsprét egyébként. Hát egy 8 évesnél nincs még gázspré. Adjak neki?
Az én lányomnál egyébként, jó, ki, nem 8 éves, hanem én például már. Azért nem tudom, magatom, hogy egy ilyen. Szerintem egy 8 éves, 10 évesnek is meg tudod magyarázni, hogy, hogy valójában mi a fene történhetett. Az érdekes az egyébként, hogy ez fényes nappal délután 4 órakor. Így tehát van. Ebben ez a megdöbbentő. És nem? Az iskolás csoport, iskolás gyerekek, tehát tudja, hogy felnőttekkel van, tudja, hogy van ott a felügyelet, érted? Tehát, hogy azért itt van egy csomó olyan dolog, hogy akkor nyilván ő egész délután ott van, megfigyelte, megvárta, míg a kicsik elindulnak, a lányok elindulnak pisilni a bokorba, szóval, hogy azért ez viszont gáz, meg azért a Városliget ez nem egy ilyen elhagyott terület. Bár ez a Margit szigeten a futókörön is csinálták. Simán, ugye, egy darabig, simán. Ott most már azért nem csinálják, mert olyan kamerarendszer van, hogy nem mersz már futni. De úgy csináltak, hogy nagyon hosszú időn keresztül, és nagyon-nagyon nehezen csípték el az illetőt, fura módon, pedig azért ez egy kisebb zárt terület. Mit csinálsz, ha ott vagy? És mondjuk ezt észreveszed. Leütöd? Lehetek őszinte. De ezt most nem szülő. Kérdezem, hogy egyszer sétálok a gyerekem Margit-szigeten, oda jön valaki, hogy látom, hogy a gyerek bringázik, és oda megy hozzá egy ballonkabátos csávó, és széthúzza neki a kabátját, de mondjuk elérhető távolságon belül van. Elrángatod a gyereket, leütöd az embert, megvered? Meg. Szólsz a többi szülőnek, hogy az kis állatkert mellett ott egy szatír, verjük meg. Figyelj, nem szólnék én a szülőnek, de hogyha az én lányom ott van, kint vagyunk a családdal, és azt mondja, hogy anya, hogy kell pisilni, mondom, ott a bokor életem, old meg, most nem tudunk elmenni WC-be, és egyszer csak ott látom, hogy ott egy csávó, én azt hiszem, én még életemben olyat nem futottam azon a távolságon, amit ott lefutnék, mert ha saját gyerekről van szó, én nekem biztos, hogy elborulna az agyam, és tudom, hogy ennek következménye lenne, hogy megverek egy embert, én nagyon csúnyán elintézném. Ez egy nagyon nagy kiskorú sérelem, elkövetett szexuális zaklatás, én rögtön lefújnám. Na, tessék, nekem nincs ilyen izém, fújókám, öklöm viszont van. Nálad van gázspré? Igen. Tényleg? Igen. Mindjárt. Úgy beszéljél vele. Mindig van. Igen? Jó, bocsánat, hogy mindenkire a gyarcon fújja. Megjelent felé beszélsz, de mindjárt vagy harcba fújlak a pajzsommal. Mindjárt kapok egy 9001-es defenolt a kezem. Hogy nincs ez a környék bekamerázva? Hát rengeteg a turista, rengeteg a gyerek. Városliget, tó, állatkert, baleset, gyerekeltő. Hát hogyha nincs egy ilyen környék, pont egy ilyen környékbe kamerázva, hát nem tudják elkapni. Ez ugye az ajtósi felüli rész, ahova szerintem ők kijárnak. Ugye a Városliget egész az állatkertes rész, meg ott a cirkusz, az szerintem be van, de ez ugye pont a másik oldala. És ugye a liget ebből a szempontból azért elég nagy, és az ajtósi Dürer felüli sor szerintem ott nincs. De hát most egyébként meg fölvett egy baseball sapkát, tudod, ezek a kamerák hogy rögzítenek. Hát semmi nem lehet vőle semmit, igen. Vannak hallgatók, mindjárt megpróbáljuk őket visszajönni, valaki azt írja, hogy fogott szatírt a szigetem, megpróbáljuk visszajönni, hogy meséljel. Igen, szülőként ez érdekes, hogy mi a fenét tudsz abban a helyzetben ott csinálni, milyen lélek jelenléte, hogy oldod meg a dolgot. Nyilván temperamentum függő, hogy van, aki addig üti, amíg mozog, van, aki tekintettel van arra, hogy beteg a bácsi, és megpróbálja elhozni a gyereket, beteg, és mondjuk nem áll neki verekedni, hát ugye ezt mindenki a saját egyéni temperamentumához mérten oldja meg szerintem ezt a helyzetet, illetve hogy hirtelen hogy tudsz reagálni arra, hogy ott van egy csávó, aki most ott mesztelenül a kabátja alatt mutogatja magát a gyerekeknek. Igen, hogyha ti kemény. Csak kettesbe vagytok, vagy hármasba a gyerekkel, vagy gyerekekkel, akkor egy picit keményebb dió, ott már nem biztos, hogy meg tudod óvni a gyerekeket a lelkisérüléstől, de szerintem érdemes gondolni másokra is, és ezért ott marasztalni valahogy valamilyen formában az illetőt, vagy egy jó állással. Vagy egy jó. Igen, az ott marasztalni. Én szeretem ezeket az utopisztikus elképzeléseket. Ott marasztalni, egy jó csészeteával leültetni, és amíg a rendőrség megérkezik, vidáman elkrokettezni és beszélgetni belőle. Tehát megnézném az ott marasztalást a szatírral, azt hogy intézzük. Azon, hogy lefújod a gázsprével, tehát milyen más megoldásai vannak arra, hogy ne haragudjon, uram, mindjárt jön a rendőrség. Már maradjon már itt egy pillanatra, nem sokára elkapják. Tehát hogy marasztalsz ott egy szatír? Ez nem működik. Igen, ez így érdekes. A gázsprével és a Julitól tanult, frissen tanult kötözési technikát. Na, úgy lehet valakit marasztalni, igen, ha a korlátozod a szabadságában. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok. Hello, Ázsa, te fogtál szatírt? Igen, fogtam egy szatírt egy reggeli, szombat reggeli futás alkalmával. Teljesen egyedül futottam a szigeten, tehát nem barátokkal, semmi ilyesmi. Uh-huh. És ugye én hallottam hírből erről a szatír történetről, de hát persze én sem hittem el. Igen, ez ugye a szigeten volt, amikor egy időben megtámadott egy valaki több nőt, igen, szatíra. Így van. A Margit szigeti szatír, igen. Abszolút semmire nem gondolva futottam, és egyszer csak észrevettem a bokorban, hogy egy mesztelen ember ül, és nem tudtam mire vélni, és képzeljétek el, hogy benézte a történetet, mert mögöttem két lány futott, de hát engem nem vett észre, és elém ugrott ki. Igazából nem járt jól a történettel, elém ugrott ki. És hát akkor már érezte, hogy valami probléma van, mert fele akkor... Az eléd ugrott ki, az ilyenkor akkor ruhában van és széthúzza? Ez már úgy képzeljétek el, hogy teljesen ruha nélkül volt. Tehát mesztelenül? Teljesen ruha nélkül volt, így van.
és teljesen véletlenül egy kollégám futott mögöttem, akit akkor vettem észre, hogy na hát aztán gondolhatod, hogy futók elől el akart rohanni. Tehát sok esélye nem volt egy ilyen kifáradt 50-esnek, tehát három ilyen futó elől elszaladni, aztán futott egy ilyen pár száz métert, aztán elkaptuk. De hát nyilván ugye testi erőszakot nem alkalmaztunk, bántani nem akartuk, hát volt neki elég baja, mert hát kiterült szegény a földön. Úgyhogy közben hívtuk a rendőröket, mert közben odajött egy rendőr kolléga is, és aztán ott marasztaltuk a szegény embert. Ja, és ők mit mondtak egyébként a rendőrök? Jogszerűen hát, jártatok el, jól tettétek, csak így tovább. Ők azt mondták, hogy abszolút jogszerű volt, hogy nem bántottuk, csak a helyszínen tartottuk. Aha. Utána aztán persze mi jártunk jól, mert járhattunk tárgyalásokra, stb. Tehát, ja, hogy úgy lett belőle utána, hogy fogtátok el, mi történt. Mindenképp percet hát felvették az adatainkat, úgyhogy hát aztán ugye ők is mondtak ezt a tamaszt, ugye, ami nem hivatalos a rendőrök, hogy mit kéne vele csinálni, de hát nyilván ők sem, meg mi sem, tehát. Igen, ilyen esetben nyilván nem teszed meg, de ha gyereked van ott, én azért mondtam az előbb, hogy ha az én lányommal történik, biztos, hogy nekem elborul az agyam. Egyébként biztos, hogy az embernek elborul az agya. Azt tudtuk, hogy amikor már láttuk meg, hát annyira erőfölényben voltunk, hogy tudtuk, hogy ő ott bajt, akkor már nem tud okozni. De hát aztán nagyon-nagyon hamar elkaptuk, meg lekerült ő a földre, tehát ott már nem is akart. Tehát egyértelműen látszódott rajta, hogy beteg. És akkor ez egy kicsit átbillent az emberbe, hogy ott előtted épp nem bántott senkit, de látszódott rajta, hogy betegen. Igen, ezért nagyon nehéz kérdés, tehát én nem mentesítem őket egyáltalán, meg hát a gyerekem előtt csinálja, valószínűleg ugyanezt csinálom, tehát az ember nem tudja megállni, hogy még ne üsse le, de közben azért persze nyilván egy beteg emberről van szó. De tehát, biztos neki megy az ember. Tehát hát hogy főleg, ha a lányod előtt csinálja például, vagy ott biztos, vagy mondjuk biztos, a légyen. Biztos, hogy neki mész, így van, biztos, hogy neki megy az ember. De mi meg tudtuk állni, hála jó égnek meg tudtuk állni. Úgyhogy csak földre vittük határozottan. Tehát egy darabig még egy jó 50-100 méter tudott futni, közben próbált a ruháit felkapni magára, de hát aztán gondoljuk, hogy azóta újra az utcán van. Tehát. Hát igen, nehéz, hát meg most... Sajnos esélytelen. Nem is tudod, tehát beteg, akkor azért nem is tudod lecsukni, ha nincs sok konkrét ügye, persze. Meg volt a tárgyalás, gondolom kapott valami büntetést, azt már nem vártuk meg, de gondolom utána elengedik, tehát. Vagy valami rövid gyógykezelés, és ezek újra az utcán vannak. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nagyon szívesen, sziasztok! Szia, szia! Ezt kérdezi egy hallgató esemet, mert csak hogy oldjuk ezt a dolgot, tudjátok, utána mindig kicsit humorizálunk, de elválasztjuk a kettőt egymástól, tehát a bulvár újságírók már ne írják meg holnap, hogy ezen nevetünk, nem erről van szó, hogy mi van akkor, ha csak szegény bement a bokorba, elvégezte a dolgát, a két gyerek oda ment, meg ott próbált fölöltözni. Igen, szatír. És az ott egy félre... Szatír! És iszonyatosan összeverik. Gondolod el, rágyön a bokorra, bemész érted, és két gyerek beállod a veled szembe, két kis szempár néz, nem vagyok le szemben, nem vagyok le, csúnya nem vagyok leblebben, csak rettenetesen kellene látni. Romlott volt a tinta. Ne szóljatok a tanárinek, ez a lényeg, már harmadszorra vernek, romlott volt a tinta, ha ne bántsatok. Bent googolsz a bokorba, és megérkezik két ártatlan szempár, érted? Hát le nem mosod magadról, igen. Hát ezek ilyen csapdát állítani nekik. Rendőrjárőrök kislánynak öltözve. Igen, ebben egyébként az is egy érdekes dolog, és ebből lehetne témát csinálni, hogy hol van az, amikor te erre a gyereket elkezded felkészíteni. Mikor mondod meg neki először, hogy vannak rossz bácsik, ugye? A gyermeki világból mikor kezded úgy a realitás talajára visszarángatni a gyereket, hogy nem megyünk el mindenkivel, rossz bácsik is vannak, nem hiszünk mindenkinek. Ha oda jön a bácsi, és azt mondja, anyukát küldött, apukát küldött, nem hiszünk a bácsinak. Ugye össze kell törni a gyermekben ezt a gyermeki naivitást előbb-utóbb. Bizony. Az nem megoldás, hogy jaj, hát majd, ha nagyobb lesz, beszélgetek vele. Előbb-utóbb fel kell nyitni a szemét. Jelszót adni a szájába. Ja. Nem? Elmondani, hogy nincs az, hogy apukát küldött. Nincs az, hogy anyukát küldött. Nincs ilyen. Hányan mennek úgy oda? Gyere, majd én hazaviszlek. Ha nem tudsz róla, hogy én nem szólok neked, hogy nem megyek érted, senkivel nem mész el. Ha megnevezi anyukádat, hogy akkor tudom, sem. Hogy így is így hívják, akkor sem mész el vele. De erre föl kell készíteni a gyereket. Nem? Ja. Szóval, hogy ez egy ilyen világ. Régen ez 15 évesen jött el, ma már, ha a gyerek 7-8 évesen elmegy egy edzésre, vagy csak kicsahatják az óvodába, vagy történhet bármi, nem? Iskola előtt, ugye az iskolában nem tudják elvinni az óvodába, az óvoda előtt mondjuk áll a gyerek, várja az anyukáját, hát volt ilyen történet, megbeszélsz fel egy jelszót. Mi van? El kell mondanod neki, hogy ez a világ nem olyan, mint amilyennek te gondolod. Rosszabb, gonoszabb, szemete, bajosabb, betegebb. És erre már egy 6-7-8 éves gyereket simán el kell kezdeni trenírozni.
Mindenki gyanús. Mindenki gyanús, és nincs a puci küldött, meg anyuci, meg ma én viszlek haza. Hát hány ilyen történetet hallasz? Gyere, ülj be, anyukát helyett éljöttem. Benivel is nagyon sok ilyen beszélgetésünk van. A 26. jelszónál tartunk, mert mindig elfelejtem. Igen, de hogy is nem. Apád megint új jelszót adott, elfelejtett. Nem, hát mi is elkezdtünk erről beszélni, és a gyerek szemén láttam, hogy egyébként nem megretten, csak nem érti. Mert neki még mindenki jó. Meg nincs hát rossz bácsi, nincs ilyen, meg hát nem akarja senki bántani. Dehogy nem. Ugye? Tehát, hogy ez ma már egy teljesen megszokott dolog. Vagy ha a gyereke 12 éves, és kijár egyedül futni a szigeten. Nagyon kemény. 12 évesen miért nem mehetne? Ott laksz a Népfürdő utcánál, fut egyet délután a szigeten? Hát miért ne futhatna délután a szigeten, nem? Egy 13-14 éves hányan futnak, a simán futnak, már közlekednek egyedül, BKV-znak, hát nem mindenki tudja autóval hozni, vinni. Hát ott is fel kell erre készíteni. Őszintén szóval például nem engedem ki a lányomat egyedül az erdőbe, de még úgyse, hogyha mondjuk ketten vannak kislányok. Nem. Azt mondom, hogy... Az erdő más. Még én most egy Margit szigetről beszélek, ahova azért nagyon sokan járnak. Igen. 12-13 évesen. De látod, az is például ez se védte meg azokat a futókat attól, hogy ott beleakadjanak egy ilyen beteg állatba. Érdekes, hogy nálunk, mi is előbb akartuk menni, mi nagyon sokat beszélgetünk egy gyerekkel, meg próbálunk meg előbb menni ezeknek a dolgoknak, és aztán, amikor de ez már néhány évvel ezelőtt volt, tehát viszonylag régen, és mondtuk a Virágnak, hogy te figyelj, gyere, baba, üljünk már, aztán beszélgessünk már erről egy kicsit, és akkor, hogyha mi van az, hogy idegen bácsi odáll autóval, vagy oda megy hozzád az utcán, vagy innen, és akkor mondta, hogy kiabálok, tökörögöm, lefolyom gázzal. Ja, jó, van, hát nincs kérdésünk, kincsen. Hát akkor mit iszol? Mit mondjon, az se tudom, hogy mit mondjon, érted, az a gyerek, akinek az apja Gásprével alszik. Érted? Fegyvereket tárasz be, érted? Készül a harmadik világháborúba, várja a zombi támadást, és macsétákat élez lent a garázsban. Nem a baseball ütőmet ölelem magamhoz lefekvésre. Mit mondja, érted? A gyerek ezt látja otthon, érted? Úgy alszol, hogy adsz egy puszit a baseball ütőnek, és azt mondod, aludj jól, kincsem, és utána lefekszel aludni. Szekrénytetején ott figyel egy bokken, egy fakardistet. És kicsit minden nap elmondod hajsóhajtások közepette, hogy miért nem jönnek már ezek a zombik. Olyan jó lenne egy zombi támadás. Hát akkor ne is húzzuk. Akkor gyere, te mindig akkor csináljon azt, amit akar. Délután szabad foglalkozás. Minden mondott, amit kell ilyenkor csinálni. Körbeült a vadon család a kis jégkrémes bödönt, hogy most akkor jégkrémezés közben vitassuk meg az élet nagy dolgait, de a gyerek tudta, tudom, apa 9001-es Defenol. Tudom, ennyi, van nála. Tudta a gyerek, hogy mind a hárman utaljuk az olvat jégkrém. Hát kemény dolgok ezek, kemény dolgok, igen. Hogy a fenébe lehet erre felkészíteni a gyereket, meg hát megóvni persze. Na jó van, megyünk tovább, egy kicsit vidámabb dologgal játszunk, már is itt van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Pali vagyok. Szia, Pali! Hello! Sziasztok! Hello! Pali! Honnan hívtál minket? Most jelenleg Sopronban vagyok. Szereted a nevedet? Pál! A Pált azt annyira nem, de a Palit azt igen. A Palit jobban szeretett. A Palit jobban, így van, ha. Én még nem találkoztam olyan Pállal, aki szerette volna a nevét. De sok komolyan? Pállal készítettél interjút az ügyben. Így nagyon fölmérted ezt a... Körbejártam. Ez egy tudományos kutatás volt, az ország majdnem összes pálya megszólalt. Egy reprezentatív felmérés volt, több mint 1500 pált hallgatom meg ebben az ügyben. Igen, mindegyik Pál azt mondta, hogy nem szereti a nevét. Igen, nem. Azt szokták mondani, hogy úgy képzelik el, hogy vagy Pál az, vagy fiatal, Tisú, vagy Pali bácsi. Igen, nincs középút. Palika, gyere ide, ez a 6 éves Palika, aki megint beállt a fagyishoz, hogy akar még egy disztáciát. Palika. Vagy az öreg Pali bácsi, aki tudja, hogy holnap jó idő lesz, mert bőgött a tején kettőt. Nem? Valahogy erre asszociál az ember a Pál névvel, igen. Igen. Ajaj, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nagyon középszer. De mondjuk tegnap is ezt mondtam, aztán elvérzett a játékos a második kérdésnél, de én azt érzem Pálon, hogy ez menni fog. Na, figyelj, akkor már is neki megyünk, jó, ha megtalálom. Okay. Azt mondja, hogy így van, itt vagyunk, így van, ott vagyok, itt vagyok. Így van. Azt, hogy melyik város adott otthont a legutóbb úszó Európa bajnokságnak? Ez London volt. Így, nagyon jó vagy, hát nagyon jó vagy. Nem. Menjünk tovább. Le. Mehetünk, igen. Hányan vettek részt a Biblia szerint Jézus utolsó vacsoráján? 13-an. Úgy van! Ügyes, minden. Ügyes. Mert 12 apostol és maga Jézus, ugye? Így van. Azt mondja, hogy mi legyen a harmadik kérdése? Vágjunk bele. Milyen színűek a hagyományos velencei utasszállító gondolák? Meghapkodj. Ültem is benn.
Tényleg? Ja. Igen? Hát így ez könnyű. Nem olcsó, egy fél óra, óra 100 euró, elkérik az árát. Téges út volt. Ja, ja. Hát akkor egész nap gondolom. Egy gondolom van. Egész nap gondolom. Egy gondolom van, hogy színtévesztő vagyok. Ne csinálj. Aha. De. Ezt nem tudod eltéveszteni, ezt a szint. Akkor bemondom, hogy kék. Akkor de. Akkor mégis. Mert fekete. Fekete. De. Az isteni. Hát igen. Tehát te egyébként kevered a kéket és a feketét? Nem, zöld színtévesztő vagyok. Mit jelent, hogy valaki színtévesztő, hogy te látsz egy zöld szint, és azt te pirosnak látod? Hú, ez nagyon bonyolult, ezt mindenki kérdezi. Nem értem. Igazából, ugyanúgy látom, mint ti, de még egy, de nem tudom megmondani, hogy ez volt zöld, vagy barna volt, illetve vannak ilyen kicsi apró pöttyök egy színskálán, tehát a cseresznyefán nem látom meg a pirosat. De érdekes. A zöld cseresznyefán nem látom meg a pirosat. De akkor mit látsz? Tehát látod a szárát, és nem látod, hogy ott lóg valami a szárad? A leveleket látom. És nem látod magát a cseresznyét? Nem. Hát van ez a kínai kő, biztos ismeritek, ott én nem látom a pöttyöket. Tehát ha fölküldenélek a cseresznyefára, hogy hozz egy kiló cseresznyét, mindig mellé nyúlnál? Nem, ott már közelről látom. Jó, közelről látod. Közelről, csak most irányítva, én nem tudom azt, hogy most azon van cseresznye, vagy nem. De érdekes, tehát effektíve láthatatlan. Látsz. Effektíve látom a fát, de a közelebből látom, így van, tehát azért tudok cseresznyét. De várjál, a piros cseresznye szemet te látod zöld cseresznye szemnek? Nem, én ha megyek a fa mellett, 50 méterre ránézek, vagy aki a 20 méterre, én nem látom, hogy azon van piros cseresznye, vagy nem. Mert a pici apró piros pöttyöket, azokat nem érzik. Ha megkezdjük, hogy Pál, érik-e már a cseresznye, akkor közel kell menned a fához, mert nem látod. Vagy blöffölök. Vagy blöffölsz, hogy érne, még csak március van. De érdekes. Igen. És az óvodában, amikor mondták, hogy rúg vissza a piros pöttyöst, akkor, hogy hívják, ha mondtad, hát itt csak egy fehér labda van. Hát egyébként az óvodában derült ki ez a dolog, pont úgy, hogy a zöld csizmámra tettek egy barna pöttyöt, hogy ne tévesszen, hogy a bal jobbat kell a melyik lábamra venni, és hát természetesen összetévesztettem, tehát ez így derült ki. Érdekes, mi a magyarázat ennek? Mit mondanak, hogy ez miért van? Tehát valami hát, a szemben nem működik, vagy az agyadban nem működik? Ő a szemben a csapok szemben. Száma van, csapok és azok kevesebben. Aha. Illetve máshogy működnek, ez a legújabb, de nem még egyértelmű ez a dolog. Ha. Hát nálam ez van sajnos. De hát ez szép sztori volt. Ennek ellenére nincs ajándékcsomag. Hát nincs sajnos, és már búmozásra sincsen idő. Így van, elrohant ez. De azért búmozunk egyet. Indulnak az ajándékcsomagok. Hogy? Ez volt a búm. Ez egy búm. Hogy hú. Na, segít neki! Hát, de füstös! De füstös! Hát fi, ezt a szint nem láttad, amit én most látok. De most akkor a... Nálam piros. Úgy füstöl? Nálam jelez. Nálam barna. Én nem látom, nem zöld. Ezt is akkor én is szintéveztem. Jó van! Azt a minden. Jó sztori volt, benyalta a szoftver. Köszönjük, mindent látok. Persze, tudom, szép sztori volt, benyaltuk. Kajáltuk, megsajnáltunk. Hihetetlen, hogy ideig jutottunk. Kamu sztorikat talál neki a hallgatók az ajándékcsomagért, elképesztőek. Már egyre leleményesebbek a hallgatók. Nagyon jó fejek vagytok, köszi szépen. Jól van, Pál. Pali. Köszi fiúk. Pali. Palkó. Az megvan, hogy Palika bemegy az erdőbe, akkor miért nem látják? Ja. Ismered? Nem. Hogy miért nem látják Palikát, hogy megy az erdőbe? Mert nem. Pálma fa. Jaj, de... Jó, ezt nem ismered? Nem mondták még el neked, te jó Isten, annyira szakállas. Nagyon igen. És melyik volt idén a filmfesztivál legrosszabb filmje? A Kárni Kula. Küldjük az ajándékcsomagot cserébe, jó? Ilyen nagyon rosszul vagyunk szellemesek. Köszi! Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3:40 lesz, 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. 3:40 múlt pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Egészen elképesztő dolog történt reggel, mert hogy ugye felhívtuk Galambos Lajost, akivel
akivel régen beszéltünk, és amikor itt volt velünk a stúdióban, mikor kiszabadult a börtönből, akkor megbeszéltük, hogy pár hónappal később felhívjuk, hogy van-e ilyen fejlemény, illetve azt ígérte, hogy ő majd valamikor felfedi, hogy ki vagy kik juttathatták őt börtönbe. És egy hangzatos ígéret volt, gondoltuk, hogy megpróbáljuk valóra váltani, hát ha mond egy kicsit konkrétabbat annál, mint amit eddig mondott, de mi sem számítottunk arra, ami reggel velünk történt, mert hogy Lajcsi egészen konkrétan elmondta az összefüggéseket, hogy szerinte mi áll a háttérben, mi történt, és szerinte kitehet arról, hogy ő börtönben van. Ez hát több volt, mint sokkoló, és több volt, mint váratlan, mert hogy ezt nem gondoltuk volna. Igen, hogy egy országos kereskedelmi rádió reggeli műsorában Lajcsi ezt így bevállalja. Mi megkérdeztük, ő pedig válaszolt. A beszélgetésből egyébként egész egyértelműen kiderül, hogy Lajos fejében már van egy kész teória, hogy kik állhatnak a háttérben, mi történhetett, és miért ült ő egyébként 135 napot a börtönben. Több minden másról is kérdeztük, többek között arról, hogy igaz-e, hogy eladta a birtokát, igaz-e az arab herceges történet, hova költözik, mi lesz vele, és van-e esély arra, hogy visszamenjen a börtönbe, illetve van-e vádemelés most már sok nappal ugye az előzetes után. Lajcsi egyébként készségesen mindenre válaszolt. Számunkra is megdöbbentő módon. Úgyhogy érdemes meghallgatni a nap legjobb pillanatait. Valamint észrevettük, hogy a mokkában ott van Kuki, aki hát barnább egy átlagos szoláriumozó embernél. Egy picit. És gyorsan megpróbáltunk bekerülni a mokkába, és rávenni Pacmant és Zsuzsit, hogy Pacmant és Zsuzsit, hogy kérdezzék meg a mi kérdésünket úgy, hogy felhívjuk a mokka főszerkesztőjét, és rászólhatunk Zsuzsi fülére, hogy Zsuzsi, tedd már meg nekünk, hogy megkérdezed, mitől ennyire irreálisan barna Kuki. Igen. Talán ő is szintévesztő, mint Pál. A dolog egy érdekes kísérlet volt, hogy régebben már bejutottunk reggeli rádióműsorokhoz, ugye bejutunk-e most egy reggeli tévéműsorba, de ez is egészen jó. Cson nélkül sikerült. Igen, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Hát azt hiszem, ez elég exkluzív volt, hogy szokták mondani. Ezt még Lajos ugye sehol, semmilyen fórumon, médiumban, sajtóorgánumban így nem mondta ki. És nem nevezett meg konkrét embereket. Hát majd ők ezt lebizniszelik egymással, és elszámolnak egymás felé. Ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Csabi, hello, jó reggel. Van már belső parkolótok, vagy még kint parkoltok? Hát Csabi, én mindig azt mondom, hogy soha nem annak kell félni, aki kérdez, ez nem a mi ügyünk. Mi megkérdezzük azt, ami a hallgatókat érdekli, aztán majd ezt ők levívják egymással. Itt szerintem az állítónak és az érintettnek kell ezt egymással leszámolnia. Aki azt gondolja, a kérdező a hibás, az már nagyon rossz mentalitás szerintem. Kemény volt. Hihetetlen, mert hát ugye a magyar jog szerint mindig annak kell bizonyítani, aki állít valamit, úgyhogy ki tudja, hogy mi minden van még itt az emberek kezében a háttérben. Ez egy nagy játszma, nem tudom, hogy valahol fogjuk-e tudni valójában, hogy mi történt, de azért ez érdekes. Na jó, az egész beszélgetést egyébként a morningshow.eu-n vissza tudjátok hallgatni, ha valaki szeretné az egészet meghallgatni, ez egy zanzásított kis változat volt, hosszasan beszélgettünk Lajossal sok mindenről. Hívjuk a naphallgatóját már is. Morning show. Aj, de jó vagy. Hello, jó reggelt. Ötötször már barbusim. Mit? Ötötször? Ötötször. Ne viccelj. Ezt nem hiszem el. Nem tréfa. Nem ugyanúgy csak négyszer lehet? Na most akkor kell most már mindig a telefonszámokat. Ötötször. De meg is nyert, mondja. Ötször. Öt nyeremény, és hát számtalan beolvasás. Aha, hát jó vagy. Mondjuk jó vagy. Mi lenne, ha most nem adnánk semmit? Igen, ha olyan elegáns lenne. Mi lenne, ha spórolnánk rajtad, megkapnád azt, ami a reklámblokkban van, de odaadhatnánk másnak ezt az ajándékcsomagot. Gyerekek, a hatos tett a bögréből az azért az jó. Össze kéne jöjjön novemberig. Jó. Most már olvasd föl, hogy mit írt. Azt mondja, hogy egyébként nem is írtál annyira jót. Na, ráadásul. Laci választott, de az micsoda? Létezik a spórolásnak kíméletesebb módja is a sokkoló karkötőnél. 20-án mindig elkobzom a kártyáját. Uh-huh. Ugye ez arra vonatkozott, hogy van most egy új szoftvergyártó cég, aminek van egy legújabb találmánya, milliók spórolhatnak egy karkötővel, ami megrász, ha sokat költesz. Hát szerintem én is írtam ma jobbakat ettől. Igen? Aha. Mondjál le erről önként. Ez igen. Na mindegy, jó, hát eletek kiválasztja ez a mi hibánk, de ennél voltak erősebb SMS-eid, most látom egyébként tényleg. Jó, figyelj, mondtad, hát ami jár, az jár. Így van. Mondd a kereszt neved?
Sándor. Csak hogy írjuk föl, Sándor a nyeremény vadász. Never ever. Ti mondtuk legutóbb? Igen, egyébként meg telefont vagy címkártyát váltok, tehát viszonylag egyszerű. Pont ezt akarom kérdezni, hogy hány feltöltő kártyával írogatsz te nekünk konkrétan? Te jó Isten. Eddig egyen. Eddig egyen, most fogsz váltani. Igen. Jól van. Figyelj. Leleményesnek kell lenni, az vagy, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi. Ciao. Szia. Hello. Hello. Anna, ugye tudod, mit kell tenned? Mi a feladat? Lefénymásolni, kirakni, van itt felirattal a telefonszámát kiemelni. Csabi, hello újra. Hellosztok, szevasztok. Jó reggelt. Hello. Mi újság? Justin Timberlake-et fogom nektek hozni, válaszolok a kérdésedre, mert látom elmúlt 10 óra. Van, lesz egy új film, a Trollok, egy ilyen 3D-s animációs film, hangját is adja Justin Timberlake, plusz még a főcímdal is az övé. Ezt már ismerhetjük, de ezt ajánlom megint, mert megunhatatlan a Can't Stop the Feeling. Mm. Egy jó kis Justin. Az nagyon. És mondom, tehát egy ilyen 3D-s animációs filmhez tartozik, majd csak novemberben jön, tehát most még lehet róla beszélni. Jól van. Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00 a telefonszám, mi pedig holnap 6-kor érkezünk. Szevasztok! Hello! Ciao, ciao! Ügyek,